Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi tippek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem út a legjobb önmagadhoz. A változás nem fog eljönni, hol aki másra vársz. Üdvözlök mindenkit ebben a mai CV-Share podcastban. Itt van velem Bíró Bence Péter, aki a kiégésnek a szakértője, egészen pontosan csúcs teljesítőkkel foglalkozik, akiknek az életében valamilyen szempontból érintettség van a kiégés kapcsán, akár problémaként, kihívásként jelenik meg. És részben erről a témáról, részben rengeteg egyéb témáról fogunk beszélgetni a mai napon, úgyhogy üdvözöllek itt a mai adásban. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, Gellért, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek veletek. És mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, szeretnék neked gratulálni a korábbi podcast adásokhoz, mert felkészültem én is belőled egy picit, és azt hallom, hogy fantasztikusan gyakorlatilag tippeket tudsz adni álláskeresőknek. És ugye mi ismertük egymást személyesen más közegből, viszont tudom most már, hogy az ügyfeleimnek ebből a szempontból is tudlak téged ajánlani majd, mert ugye az ügyfeleim között szoktak lenni olyan emberek, akik munkahelyet váltanak, vagy akár mondjuk a CV-jüket szeretnék frissíteni. Szuper, köszönöm szépen az ajánlást, még el is pirultam benne egy picit. Akkor itt a reklám helye, hogyha még nem értékeltétek a podcastot, akkor légy szíves egy 5 csillagot nyomjatok rá, hogyha tényleg egyetérthetek az 5 csillagos értékeléssel. Na de vágjunk is bele a mai témánkba, egy olyan kérdésen intenék, hogy azért egy picit bővebben bemutatod magad, hogy jött neked ez a szerelem téma kapcsán, miért ezzel foglalkozol, hogyha jól hallottam, akkor még egy könyved is meg fog jelenni a közeljövőben ebben a témában, erről mesélj egy picit. 6 éve foglalkozom coachinggal, elég sokfajta ügyféllel dolgoztam eddig. Voltak fiatalok közöttük, idősebbek, voltak nagyon sikeresek, voltak olyanok, akik éppen a pályájuk kezdetén voltak olyanok, akik pedig pályát akartak választani saját maguknak. Voltak lélektani témák, amivel foglalkoztunk, például az önbizalomnak az erősítése, a halogatás legyőzése, a produktivitás. És arra jöttem rá, hogy alapvetően azokkal az ügyfelekkel szerettem a leginkább együtt dolgozni, akiknek a stressz, illetve a kiégés volt a legfőbb problémája. Ez most hogy merülhetett fel egyáltalán a 6 év alatt? Azt tapasztaltam meg, hogy azoknál az ügyfeleknél tapasztaltuk meg a leghatékonyabb előrelépéseket, akik egyébként olyan személyiségek voltak, hogy amiket ők kitúztak maguknak, azokat meg is csinálták. És általában ezok a személyek, akik hajlamosak a kiégésre, akik egyébként lelkiismeretesen dolgoznak a saját céljuk elérésén egyébként is, és nem ahhoz kell a segítség, hogy el tudjanak indulni egyáltalán a saját cég elérése útján. Úgyhogy így indult nekem ez a folyamat, hogy a stressz és a kiégéssel kezdtünk el részletesebben foglalkozni. Az első könyvem az pedig a produktivitás témájában jelent meg, a cél megvalósítás pszichológiáról szólt, ezt igazából nál is, aki követ téged, azt talán találkozhatott vele. Ezután is köszönöm neked ezt a promóciót, amit mutattam. Igen, rajta volt az olvasó listámon. Megmondom tök őszintén, hogy valamiért így kicsit szkeptikusabb vagyok néha a magyar szerzők kapcsán, és egyébként a te könyvedet is abszolút szkeptikusan vásároltam meg, és hangos könyv formában meghallgattam, és így az volt, hogy fú, ez egy nagyon jó évkezdés. Az első könyv volt egyébként talán 2017-ben vagy 2018-ban, amit olvastam. Nem tudom, hogy mikor jelent meg, úgyhogy most lehet, hogy ezzel egy picit. Mikor jelent meg egyébként a könyved? 2017 őszén jelent meg, tehát 2018-ban. Igen, oké, ezzel segített. Okay. Tehát vagy 18-ban, vagy akkor 19-ben, de valamelyik év elején az volt az első könyv, amit olvastam, és nekem az volt az érzésem, hogy fú, ez azért nagyon szuper ez a könyv, mert nem csak arról van szó, hogy egyrészt így hogyan lehet sikeresebb, produktívabb, hatékonyabb, hanem tényleg minden ilyen konkrétumokkal, konkrét kutatásokkal van alátámasztva, és nem ez az angol tudósok azt mondták, hogy jellegű kutatásokkal, hanem vannak benne konkrétumok, és azért is raktam rá a listámra, mert szerintem nagyon sok ember így egy picit így óckodik attól, hogy magyar szerzőtől vásároljon akár önfejlesztéssel kapcsolatos könyvet, és ebbe abszolút egy olyan könyvre lelhet valaki, amit érdemes elolvasni. Úgyhogy én is szeretnélek ezúton ajánlani a hallgatóimnak. Köszönöm, és akkor reagálnék is a szkepticizmusodra, amit szerintem jogosan hoztál fel, alapvetően így egyáltalán az önfejlesztő szerzőkkel kapcsolatban, magyar szerzőkkel is. És azért szeretném ezt most egy picit kifejtsük, mert én is úgy indultam el az önfejlesztés területén. Egyébként ezt még nem is mondtam más adásokban el, meg a saját felületeimben sem, úgyhogy ez most egy ilyen kicsit ilyen mélyebb és nagyon önfeltáró gondolat lesz, hogy én alapvetően otthonról súlyos traumákat hozok, és amikor én ezeken elkezdtem dolgozni, akkor én nagyon-nagyon bíztam ezekben az önfejlesztő szerzőkben. És abban bíztam, hogy amikor azt mondják, hogy mondjuk 5 tipp, ami garantáltan meghozza a boldogságot az életedben, vagy a sikert, vagy akármit, amit te szeretnél, akkor az tényleg úgy van. Tehát miért mondaná bárki azt, ami nem úgy van? Tehát miért ígérne nekem olyat, ami nem igaz? Úgyhogy én nagyon-nagyon lelkiismeretesen dolgoztam ezekkel a fajta módszerekkel, legyen az akár a spirituális irodalomnak a nagy könyvei. Most nyilván nem akarok senkit sem lehúzni, de mondjuk, tudom, most mondok olyan neveket, amiket valaki lehet, hogy biztosan ismer, amikor a Titok című könyvet én is olvastam, meg a hozzá hasonló, akár amerikai szerzőket, akár a magyar szerzőket ezekben a területekben, és az volt a tapasztalatom, hogy azért mondjuk
hogyha elolvasok 10 ilyen könyvet, abból van nagyon sok dolog, ami hasznos, de a legtöbb olyan, hogy először nagyon megdobja az én inspirációmat, nagyon motivált leszek tőle, rövid távon nagyon-nagyon jó kedvem lesz, és azt mondom, hogy úristen, meg tudom váltani a világot, de amikor a gyakorlati eredményekre kéne ezt váltani, akkor általában csalódás szokott ennek a vége lenni. És ezután, hogy igazából ezzel viszonylag sok tapasztalatot szereztem, igazából 2014 környékén akkor már a coaching bizniszemet elindítottam, de korábban előtte évekkel azelőtt már önfejlesztésen ismerettel rengeteget foglalkoztam, akár tréningekre jártam, könyveket olvastam, coachingokat vásároltam, mind magyar, mind külföldi trénerektől, coachoktól, ausztráltól, amerikaitól, brittől, svájcitól, és így sorolhatnám, igazából tényleg rengeteg emberrel dolgoztam, portugál megvilágosodott tanító segített engem, indiai gurú, és így tovább, tehát igazából tényleg ebben nagyon sokat investáltam. És arra jöttem rá, hogy azért viszonylag kevés olyan dolog van, ami az embernek az életében tényleg egy biztos kapaszkodót tud mutatni, ami ténylegesen működőképes. És amit én megtapasztaltam, az az volt, hogy leginkább, ami a legmegbízhatóbb volt, ez a tudományos pszichológia, ami ugye a legtöbbet tudta segíteni az én területemen, a lélektan területén. És igazából ez egy elég motiváló erő volt nekem arra, hogy amit én csinálok, az pont olyan megbízható legyen, mint ami nekem nagyon-nagyon ritkán volt elérhető. Ezért szeretem volna olyan emberré válni akár az önfejlesztés területén, aki megbízható tudást tud átadni azoknak, akik egyébként megszavazzák azt a bizalmat, amivel nagyon-nagyon gyakran mostanában megszoktak tisztelni, és ezért hálás is vagyok. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyébként nyilván én is találkoztam a Titok című könyvvel, hogyha már pont ezt hoztad fel példaként, és mai napig emlékszem arra, hogy egy csomó dolgot így lerajzoltam, kivágtam, néztem, és majd vártam, hogy egyszer csak majd találok egy nagy zsákpénzt, és valahogy sose jött el ez a nap. Úgyhogy emlékszem erre az élményre abszolút, és tényleg ez valamennyire csalódásként jelent meg, vagy úgymond kicsit az volt az érzésem, hogy elmondják a titkot, de valójában valamilyen titok mégis hiányzik ebből a képletből, és valami még sincsen ott, mert nem annyira működött az, amit mondtak. És egyébként erre a 5 tipp, hogy ezt csináld, vagy 18 tipp, hogy azt csináld jellegű irodalmakra, azért szerintem az is eléggé igaz, hogy ezzel lehet a legjobban ugye eladni valamit. Ugye ismerjük a szövegíró legendák óta, hogy ezek a jellegű főcímek, ezek nagyon hatékonyan tudják felcsigázni az embernek az érdeklődését, úgyhogy sajnos szerintem is elég erőteljesen benne van az, hogy sokszor valaki nem azért akar egy adott címet, vagy egy adott tartalmat létrehozni, hogy azzal feltétlenül a meggyőződés alapján segítsen valakinek, hanem azért, mert az könnyen eladhatónak tartja. Egyébként az az izgalmas, hogyha még nem láttátok az Eredmények című könyvet, ez egy, azt mondom, hogy arcpirítóan vékony könyv, de mégis annál értékesebb, és ez azért izgalmas, mert ugye amikor az ember bemegy egy könyvesboltba, akkor az az érzése, hogy szeretném megvenni egy olyan jó vastag könyvet, ami úgy igazán tele van értékkel. Pedig a valóság az, hogy a legtöbb könyv a második fejezet után igazából csak saját magát ismétli, és olyan különböző sztorikat próbál így erőszakosan ráhúzni a mondani valóra, ami próbálja valahogy alátámasztani az egész üzenetét a könyvnek, és nekem például ez is nagyon tetszett a könyvedben, hogy nem voltak benne ilyen fölösleges sztorik, fölösleges sallangok. Igen, hát köszönöm, hogy ezt felhoztad. Illetve még visszacsatlakoznék az előző témához egy picit, az eladhatósághoz. Én belülről is ismerem meg kívülről is ezt a szférát, tehát mind vásárló, mind eladó oldalról, és azt tapasztaltam meg, hogy ami nagyon sokszor motiválja az egész ipart, az az, hogyha te mondjuk megfogalmazod egy ilyen tréninget, hogy mondjuk 5 tipp, hogy garantáltan állásra lejj, és mondjuk eladod ezt 50.000 forintért, de az embereknek azt mondják, hogy esetleg nem sikerült állást találni, akkor hát nem vetted meg a következőt, ami 100.000 forintba kerül. Tehát mindig van egy felső, egy következő szint. Tudom, hogy te nem ezt csinálod, ezt csak azért hoztam fel az embereknek, hogy értsék, hogy konkrétan miről van szó. Ez a lélektan szintjén alapvetően ez így szokott működni, és nagyon sokszor, hogyha valaki tényleg ezt iparból csinálja, ez arra van motiválva gyakorlatilag, hogy ne adjon meg minden segítséget, hanem jöjjön a következő szintre mindig egy vásárló, és akkor ott vegye meg tőle azt, amit megvehet. És nekem is ugyanez volt a tapasztalatom, sőt, engem nagyon bosszantott korábban, amikor te is megosztottál most, hogy megveszed egy könyvet, és akkor olvasod, és az az érzés, hogy rászántál 6 órát, de ezt igazából 5 percben össze lehetett volna foglalni már, és nagyon igyekeztem abban, hogyha egy mondatban le lehet írni valamit, akkor ne 10 oldalban írjam le, hanem azt akkor egy mondatban. Úgyhogy ide-vissza kanyarodva, ezek az ilyen tapasztalatok, amit egyébként, hogyha valaki mondjuk új szemmel néz rá erre az egész önfejlesztésre, akkor azt tapasztalhatja meg, hogy az elején nagyon-nagyon megdobja a világnézetét, az inspirációját, és a későbbiekben szerintem egyfajta egészséges szkepticizmus, amivel te is hozzáállsz ehhez, az szerintem egy nagyon hasznos segítője lehet az embereknek. Meg izgalmas, hogy ugye sziológiával foglalkozunk, úgyhogy talán behozhatok egy ilyen témát, erre ugye nem készültünk fel így előre, úgyhogy lehet, hogy most mély vízbe doblak, ami érdekel, hogy itt ezekben a szituációkban, amikor valaki ad egy terméket, utána ad egy olyan terméket, ami annak a
ilyen fancy nevén az upsell-je, tehát ugye egy magasabb kategóriás termék, egy drágább termék, egy még jobb megoldás az adott problémára. Itt jellemzően ugye tudatosan hoz létre egy olyan létrát, egy olyan piramist igazából, ahol csak akkor tudja valaki érezni ezt a beteljesedés, vagy megkönnyebbülés érzést, vagy megkaptam a megoldás érzést, ha végigmegy az egészen. Különben ugye az alakul ki benne szerintem, így valahol így lelkileg, hogy ha nem veszem meg a következő csomagot, akkor valójában én vagyok a hibás, hogy nem lettem sikeres, mert nem tettem bele mindent, és nem csináltam meg azt, amit XY csinál, tehát hogy valójában nem az ő terméke rossz, és nem azért nem lettem sikeres már az első 5 garantátívtől, hanem azért nem lettem sikeres, mert nem volt vagy pénzem, vagy nem volt kedvem, vagy nem tudtam, vagy nem akartam, vagy nem mertem megvenni a következőt. És szerintem ez egy picit gyakorlatilag egy ilyen hárításként is működik ezeknél a jellegű tartalomgyártóknál, kurzusgyártóknál, hogy hát oké, nem értél eredményt, de hát Janika, hát nem vetted meg a C-t, meg a D-t, meg az E-t. Mit gondolsz erről? Hát én konkrétan ezt is kaptam ez egyik ilyen tanítótól, akire kritikát fogalmaztam, meg vissza is írt nekem ezzel kapcsolatban, hogy hát ő igazából oké, hogy ezt megfogalmazta ezt a kritikát, de hát ő nem érte, hogy akkor miért nem vettem a következő és a következő tréningeket, sőt, másik ilyen tanítóról is hallottam, ez pedig egy kollégám jelezte vissza, hogy írt egy ilyen tanítónak, és azt mondta neki, hogy hát igen, a tanítvány nem tett bele mindent. És ez igazából gyakorlatilag mindig egy ilyen nagyon hasznos hárítás tud lenni, tehát nem kell a tanítónak azt mondani, hogy hát igen, hibáztam, hanem egy guru szerepben meg tud maradni, és gyakorlatilag az erős marketing segítségével, hogyha van egy-egy ember, aki mondjuk azt meri mondani egyáltalán, hogy hát nekem ez nem úgy sült el, ahogy ezt így jó lett volna, akkor azt lehet mondani, hogy figyelj, itt van 1000 másik ember, 5000, 50000, 500000 másik ember, akinek ez működött, vagy csak nem mondták azt, hogy nem működik, vagy te nem tudod, hogy ők mit mondtak, és azt lehet mondani, hogy hát igen, akkor veled van a baj, nem tettél bele mindent. Illetve beosztod a pszichológiát, egy pár gondolatot még megfogalmaznék. Okay. Meg kérlek a hallgatótan mondani, hogy mi az érintettséged, mert erről nem is tértünk ki talán a bevezetőben. Igen. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem el a pszichológia szakot, aztán pedig az ELT-én folytattam a tanulmányomat munka és szervezett pszichológiai mesterképzésen. Amit szerintem itt fontos tisztázni a pszichológiával kapcsolatban, hogy miben más mondjuk az, hogyha valaki megfogalmazza a saját hiteles történetét, és azt mondja, hogy ez alapján akar valakinek segíteni, ez miben más attól, mint amikor azt mondja valaki, egy pszichológus, hogy szerinte a dolgok így vagy úgy működnek. Ezt azért fontos megkülönböztetni a kettőt, mert egy pszichológus általában nem a saját tapasztalatára alapoz, amit egyébként meg is lehet fogalmazni gyakran kritikaként, hogy hát ő ezt nem élte meg, tehát milyen alapon mond nekem azt, hogy mondjuk egy válásom itt kell tenni, amikor ő nem vált el soha például. És jó esetben egy pszichológus alapvetően kutatásokra alapoz. És miért fontosak a kutatások, hogy mi az értelme ezeknek? Az a különbség, hogyha valaki mondjuk a saját tapasztalatából indul ki, az egy embernek a története, és hogyha egy nagyobb, tágabb kontextusban illesztjük ezt bele, ahol mondjuk 1000 válásról van szó, vagy 50000 válásról van szó, ott lehet, hogy már más mintázatok rajzolódnak ki, és lehet, hogy az ő esete mondjuk az esetek 3%-ában megtörténik, de lehet, hogy mondjuk egy pszichológus, vagy most igazából tök mindegy, hogy mi a titulusa, hogyha valaki kutatásokból indul ki, akkor ő nem az emberek 3%-ának tud jó tanácsot mondani, de mondjuk 50, 60 vagy akár még magasabb számban. És ezért is nem mindegy úgynevezett minta, nem mindegy ez a minta, hogy mi alapján mondjuk azt valamire, hogy ez így vagy úgy van. Mert hogyha az én saját tapasztalatomból azt mondom neked, hogy tegyük fel, így kell egy állásinterjúra jelentkezni, mert egy állásra felvettek ebből, de te másként látod, mert te láttál már 1000 állásinterjút, akkor most melyikünknek van igaza? Nyilván nagy esélye lesz a te tapasztalatod igaz, hiszen a nagyobb mintából, nagyobb tapasztalati tudásból tudsz kiindulni. És ez én is erre igyekszem törekedni, és az én könyvemben is ezt láthattad az újban, hogy itt az elsőben is voltak kutatások, de ebben több mint 400-at jelöltem meg, és ezen kívül több mint 1300-at olvastam el, úgyhogy nagyon igyekeztem abban, hogy ne csak a saját és az ügyfél tapasztalatimat használjam fel, hanem tényleg egyfajta megbízható tudásbázis jöjjön létre az új könyvben is. Nagyon érdekes, amit mondasz, leginkább ez a része, hogy mekkora minta alapján ítélünk meg valamit, bár ugye van az a fajta, biztos ismered Ken Wilbernek a nevét, neki vannak ugye azok az a fajta megközelítése, hogy ugye különböző nézőpontból, különböző rendszereken keresztül tekintünk valamire, attól lehet neked és nekem is igazunk, úgyhogy egyébként a mai beszélgetésben mondjuk azt érezzük, hogy teljes ellentmondásban van a kettő. Most ez nagyon leegyszerűsítve nyilván az ő gondolatait. Itt csak arra akarok kiukadni, hogy sok esetben szerintem az, hogyha valakinek van egy nagyon erős személyes élménye, akár álláskeresőként, akár most a kiégés kapcsán, vagy bármilyen téma kapcsán, akkor azt érezheti, hogy azért, mert neki az működött, vagy nem működött, az akkor mindenre igaz. Főleg, hogyha valaki egy erős személyiség is mellé, és nagyon sarkos véleménye van, akkor ez még jobban érezhető. Pedig a valóság az,
hogy ugye minél nagyobb mintavételből tudunk dolgozni, annál nagyobb pontossággal tudunk valószínűségeket garantálni. Ezt mindig elmondom mindenkinek, hogy én sem tudom garantálni valakinek azt, hogy állást talál. Én valószínűségeket tudok garantálni, hogy valószínűbb lesz, hogy állást talál egy nagyon nagy csoporton végzett munka alapján. És ezt tök érdekes szerintem a másik, amit be akartam hozni, hogy te hogy látod, hogyha van mondjuk egy kurzusgyártó, egy szakember, akár te, akár én, bárki, aki ebben a szférában mozog, és mondjuk van x-ezer ügyfele, és abból van több száz visszajelzése, több tucat visszajelzése, hogy milyen szuper volt vele dolgozni, ezt és ezt a problémát megoldotta is így tovább, akkor ő meddig van az a pont, hogy működhet hitelesen, hogyha mellette van az a hangos, de kisebbség, akinek nem működik, vagy aki panaszt lesz, hol húzódik az, hogy ő hitelesen mehet-e tovább? Erre tök kíváncsi vagyok a véleményedre. Mert elég sokat foglalkoztok ezzel, így láttam a tartalmaitokon, hogy nálatok azért eléggé ki van hangsúlyozva, vagy kivel miért beszélgettek, és szerintem ez a fajta hitelesség kérdés az elég izgalmas. Először szeretnék visszacsatolni ahhoz, hogy te miket csinálsz, ugye hallgattam a podcastjaidet, és az nekem nagyon-nagyon tetszett benne, és ezt alapvetően egyedülállónak tartom a piacon, ezek a képzési meg az önfejlesztési piacon, hogy amit te csinálsz, hogy gyakorlatilag nagyon sok apró részletre kiterjedően azt tudod mondani, hogy ez rengeteget számít például a CV-ben, hogy mondjuk, hogy feltünteted-e a korodat, vagy sem, például egy ilyet megfogalmaztál, vagy azt, hogy feltünteted-e a lakhelyedet, vagy sem, vagy teszel-e bele képet, vagy sem, vagy mi van a hajtásfeletti tartalommal. Tehát igazából viszonylag sok olyan részletet megfogalmazol, ahol lehet növelni a valószínűséget annak, hogy valaki egy jobb önéletrajzot adjon be, vagy akár hogyan tud úgy pozícionálni saját magadat, a saját jelentkezésedet, hogy az adott cégnek, vagy akár az adott HR-esnek, vagy annak, aki megnézi te adataidat, neki egy hasznos, és neki egy szimpatikus anyagot tudja leadni. Tehát nem azt mondod, hogy itt van három dolog, amitől garantáltan lesz állásod, aztán mondasz még három dolgot, amitől garantáltan jó fizető állásod lesz, vagy itt van öt dolog, amitől garantáltan tízszerezheted a bértárgyaláson az árakat. Tehát alapvetően itt nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy viszont, tehát hogy azt érzem nálad, hogy te reálisakat ígérsz, és ténylegesen igyekszel a részletekre odafigyelni. És azt látom, hogy ez azért nem mindig van egyensúlyban az embereknél, tehát inkább az szokott lenni szerintem, és az, amit az emberek is nagyon szeretnek, hogyha valaki határozottan egy viszonylag nagy állítást megígér nekik, és akkor azt tudják mondani az emberek, hogy jó, hát akkor nekem itt nem kell ezzel dologra figyelni, nem kell gondolkodnom, én csak megcsinálom azt, amit ő mondott, és akkor igazából, ha nem is csinálom meg, de ő legalább megjutatott azzal, hogy csak három dologra kell figyeljek, ezáltal azt fogom mondani, hogy ő hiteles nekem, ő nekem nagyon tetszik, amit mond, és igazából az biztosan működik, és másoknak is ajánlom. És itt bele csatlakoznék a kérdésedben. Az, hogyha valaki ajánl valakit, azt én szeretném kiemelni, főleg az önfejlesztés területén, hogy ezért egyáltalán nem biztos, hogy valóban elért eredményeket nála. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik a Gellértnek az anyaga, az nem is nem jelenti azt, hogy nekem sikerült állást is találnom. Viszont ettől függetlenül te lehet, hogy te ténylegesen segítettél, de az is lehet, hogy csak olyan dolgokat mondtál, amik nekem tetszettek. És ez az, amit szeretnék alapvetően kiemelni, hogy attól, hogy valaki megfogalmaz egy pozitív vélemény, nem biztos, hogy az ténylegesen a valóságban is működő dolog lehet. Hogy hol van az a határ, meddig tud valaki hitelesen működni, szerintem ez nem a visszajelzéseken múlik alapvetően, és hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és én nem szeretnék erre választ adni, mert azt gondolom, hogy ez nem értek, vagy ezt nem tudnám megfogalmazni, ezen én is viszonylag sokat gondolkodtam, de hogy ez pont az a határa, nekem is azt kell mondanom, hogy ehhez nem értek, ezt én nem tudom megfogalmazni. Talán ettől válsz hiteles most a műsorban, meg egyébként is, hogy meg tudod határozni, hogy hol vannak azok a keretek, ahol belépsz, vagy inkább passzolod és kívül maradsz. Amit még talán ide behoznék, hogy múltkor volt egy nagyon érdekes telefonbeszélgetésem egy hölgyel, aki egészen egyszerűen direktben megkérdőjelezte, hogy azok az ajánlások, meg visszajelzések, amik kint vannak az oldalon, azok valósak el, miért nincs ott fénykép, miért nincs ott név, hogy ezt tudni kell, vagy valószínűleg tudják a hallgatók, hogy azért dolgozom teljesen anonim ajánlásokkal, mert egy olyan piacon mozgok, ahol a közép-felső vezetői seniors szegmensben nagyon sokan nem szeretnék felvállalni névvel azt, hogy ők egyáltalán ilyen jellegű segítséget igénybe vettek, és azért a vállalkozásomnak a kezdetekor hoztam egy tudatosan egy olyan döntés, hogy bár sokkal nehezebb lesz effektíve marketingezni a CV-sárkot, de mégis teljesen anonim visszajelzésekkel fogok futni. És nem csak azt a kérdést tette fel, hogy oké, hát hogyan lehetséges az, hogy ezt nem én írtam őket, mert egyébként szerintem, hogy valaki elolvas, akkor rájön, hogy képtelen lennék mindegyiket én írni, de ez egy másik topik. Ami itt izgalmas, az, hogy gyakorlatilag utána azt is megkérdezte, hogy attól, hogy nekem van ennyi visszajelzésem, honnan lehetek abba biztos, hogy akitől nem kapok visszajelzést, vagy aki ad visszajelzést, az tényleg elérje azt a sikert, amit ugye te itt mondtál. Mert lehet, hogy csak neki tetszett ez a tananyag, vagy lehet, hogy csak egy picit hozzásegítette. És
itt jön a másik része ennek a történetnek, hogy vannak olyanok, akik direkt beírnak rám egy, nem tudom, két hetente, havonta egy ilyen levelem biztos, hogy van, hogy Gellért látom, hogy milyen szuper eredményeid vannak a honlapon, meg hogyha ennyire nagy Isten császár vagy, akkor mi lenne, hogyha kifizetném a díjadat, de csak akkor, hogyha már sikerült. És ugye ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, mert itt igazából, ha egy ilyen felelősséghárítással indul egy közös munka, akkor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a végén, hogyha ő el is helyezkedik, én azt mondom, hogy Janika, elhelyezkedtél. És Janika pedig azt mondja, hogy igen, elhelyezkedtél, vagy tök jó volt, amit mondtál, de egyébként szerintem nem csak rajtad múlt, hanem inkább rajtam, és ezért inkább most úgy gondolom, hogy nem adnám oda ezt az összeget. És ez, amit látni kell, és tök jó, hogy erről beszélünk, mert erről én sem beszéltem még soha így podcast, vagy bármi keretein belül, hogy gyakorlatilag nem azért van nálam például előre fizetés, mert alapvetően bizalmatlan vagyok az emberekkel kapcsolatban, csak tudom, hogy így működnek. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, például egy önfejlesztés jellegű, vagy egy ilyen jellegű szolgáltatásnál, hogy legyen egyfajta elköteleződés a résztvevő részéről is, hogy ne legyen az, hogy ő azt mondja, hogy ez az a három dolog, amire figyelj, és hogyha erre figyelek, akkor utána oké, felrakom a kezem, én más már nem fogok csinálni, ezt mondta a Gellért, én más biztos nem csinálok, hát ott van, ajánlja nekem az Attila az állás, de hát én nem fogom elfogadni, hát a Gellért azt mondta, hogy ezt csináljam. Tehát, hogy ez, amiben nem szeretnék belemenni, és ezért is van nálam az, hogy legyen mindenképpen a döntéshozó részéről is egy olyan döntés, ami nem csak egy anyagi, egy érzelmi, hanem egy mindenféleképpen egy elköteleződés, mert onnantól kezdve ő igazából befektetett saját magába, egy tétet rakott meg saját maga mellett. És állítom, hogy egyébként az, hogy ilyen eredményeket tudok a piacon, amit jelenleg kb. Senki, ennek az a fő oka, hogy az ügyfeleim azok nem részeibe fizetnek a szolgáltatásért havidíjba vagy alkalmanként, hanem előre kifizetik a teljeset. Mert úgy állnak hozzá, hogyha hozzám jönnek, akkor tudják, hogy drága lesz, de azt is tudják, hogy ezzel nem sikerül, akkor sehogy se. És ez a fajta mentális döntéshozatal, ez egy hatalmas, azt mondom, hogy önbizalom, vagy talán ilyen várakozást is ébreszt bennük, ami a teljesítményüket is pozitívan változtatja szerintem meg. A másik pedig, ami megint csak gondoltam, de majd mindjárt megkritizálsz mindent, az, hogy az a vélemény, amit több száz ilyen ügyfél együttműködés után, hogy sokszor olyan visszajelzést kaptam, hogy az ügyfeleimnek, és itt felső vezetőkről beszélek, csúcstestőkről, az volt az egyik legnagyobb hozzáadott érték a szakmai dolgokon kívül, hogy volt egy ember, aki még náluk is jobban hitt saját magukban. És fontos ugye, hogy egy tanácsadói, egy coaching jellegű együttműködésnél nem akarhatod szerintem jobban a sikert, mint az ügyfél, viszont hihetsz benne jobban, mint az ügyfél. Erről mit gondolsz? Az utóbbival kapcsolatban szeretnék válaszolni először, mert szerintem ez így van, ez a rövid válaszom. A másik része az, hogy hogyan tudod megállapítani azt, hogy egyébként az a sok ember, aki neked írt véleményt, hogy vele mi lett később. Szerintem te is, meg én is, de magamról hitelesen tudok ebben beszélni, az biztos, hogy én figyelem azt, hogy mi történik az ügyfelekkel azután, miután mi elváltunk. Tehát én szoktam időnként e-maileket kiküldeni ezzel kapcsolatban, hogy vannak, akár telefonon felhívom őket. Tehát alapvetően én tartom a kapcsolatot, és ez egy tudatos döntés volt az én részemről, hogy igyekszem nem több ezer ember előtt előadásokat tartani, folyamatosan arra figyelni, minél több ember forduljon meg nálam, hanem viszonylag kevés emberrel, de velük egy tényleg mélyreható módon, tényleg egy olyan módon, ahol tényleg felelősséget tudok válni azért, hogy mi van velük, és hogy éppen arra tudok-e reagálni, ami éppen velük történik. Mert hogy vannak nagyon jó szakemberek, akik egyébként tényleg rengeteg emberrel dolgoznak együtt, magasan képzettek, és akár még tehát tényleg hitelesek, meg jó dolgokat mondanak, de van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy hát igazából nem kapott ott figyelmet, volt 50 ember azon a tréningen, nagyon nehéz dolgok jöttek föl benne, és aztán pedig tök rosszul lett, aztán megkeresett engem, és akkor velem együtt tudtuk ezeket feldolgozni, és ez nem azért volt, mert rossz volt ez a szakember, hanem egyszerűen nem volt már kapacitás ez az emberrel például foglalkozni mélyebben, pedig felhozott nagyon sok mindent az ő lelkéből. Ez az egyik ilyen, hogy szerintem azért ez egy döntésnek a kérdése, hogy vagy az van, hogy sok embernek segítesz, és akkor alapvetően nem biztos, hogy felelősséget tudsz annyira az emberekért vállalni, természetesen nem tudsz teljes felelősséget emberekért vállalni, de hogy ez mégis többet, mint hogyha csak egy előadáson mondasz neki három mondatot. Vagy az van, hogy sok emberre tudsz hatással gyakorolni, viszont őértük nem tudsz olyan, nem olyan mélyreható, vagy nem tudod azt látni, mit csinálnak ezzel a három mondat, amit megkaptak tőled. A másik, hogy előre fizetnek neked. Ez egy nagyon jó döntés abból a szempontból, hogy minden egyes változás az 6 fázison megy keresztül. Ezzel kapcsolatban vannak kutatások, és az új könyvemben is írtam erről. És attól függően, hogy valaki hol tart ebben a folyamatban, attól függően be lehet jósolni azt, hogy nagyjából mennyire lesz neki sikeres ez a folyamat. Azok a személyek, akik azt mondják, hogy hát Gellért, azért jó, amit csinálsz, lehet, hogy eljönnék hozzád, de nem tudom, mi lenne, hogyha inkább részletbe fizetnék, mi lenne, hogyha ilyen kedvezményt adnál, vagy
Csak akkor, hogy egyébként a végén sikerülne, akkor adnám meg, akkor ezek az emberek nem abban a fázisban vannak, hogy tudnának dönteni, hogy ők elkötelezettek a változás mellett, hanem egyszerűen még ott vannak, hogy még a fontolgatás fázisában tartanak. És ez egy fázis, ami teljesen természetes, valószínűleg a legjobban teljesítő ügyfeleid is végmentek ezen a fázison, amikor ők elgondolkodtak azon, hogy jó, hát ez lehet, hogy kéne segítség, de hát tudod, hogy most még nem, azért, vagy lehet, hogy még megnézek egy-két videót, azért megpróbálom ezekkel a tanácsokkal egyedül megoldani ezeket, és akkor utána vagy lesz valami, vagy nem. Amikor az emberek megértek egy bizonyos pontra, akkor neked egy nagyon-nagyon jó szűrő az, hogy te magas árat kérsz tőle, és előre fizetést kérsz tőle. Alapvetően én is így dolgozom. Tehát én is prémium ügyfelekkel dolgozom, és előre fizetésben dolgozunk együtt. És ez viszont tényleg az megszűri az embereket, hogy igazából nagyon sok csalódástól védi meg önmagukat is, mert hogyha ők nem tudják beletenni magukat, akkor nem is fognak olyan eredményeket kapni. És akkor fogják, hát igazából az, hogy te kérsz tőlük egy bizonyos összeget, az nekik a döntési pont, hogy oké, ténylegesen rászántad magad, mert hogyha igen, akkor innentől már nincs visszaút, mert akkor tényleg befizetted ezt az összeget már. És alapvetően, akik viszont ezen a ponton átjutottak, tehát hogy igazából nekem még nem volt olyan tapasztalatom, hogy bárki megbánta volna. Gondolom neked sem alapvetően is, látom, bólogatsz. Abszolút. Egyetlen egy olyan ügyfelem volt, aki részleges visszatérítést kért. Ez egy nagyon vicces sztori is. Ígértem még korábban valamelyik blogposztomban, hogy erről mesélek egyszer, úgyhogy itt lesz most ez a pillanat. Igazából annyi a történet, hogy egy önéletrajzot írtam az úriembernek, illetve igénybe vette egy másik tréningemet is, és egyértelműen kijelöltük azokat a kereteket, hogy hogyan tud működni az az önéletrajz, milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy azzal interjú lehetőségeket lehessen kidolgozni, és egyébként többszöri follow-up után is azt mondta, hogy hát igen, igen, de mégse, ezt mégse csinálja annyira, és utána eljött az a pillanat, amikor ilyen háromkor egy ilyen maffia filmeket megszégyenítő módon visszakövetelte az együttműködésünk díját, és azt mondta, hogy onnantól kezdve a sötét marketing eszközeket, meg mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a szívisárkot lerombolja. Elég fura történet volt. Biztos értem azt a dolgot, hogy lehetett benne egy hatalmas csalódottság, egy kétségbeesés és az, hogy nem működött az, amit együtt csináltunk, de én azért azt elég erőteljesen megkérdeztem tőle többször, hogy miért nem csinálja azt, amit megbeszélünk, és valamiért nem tudott neki ez a dolog átkattanni. Én azt gondolom, hogy úgy, hogy most már közel 300 emberre volt ilyen egy-az-egyes mélyebb együttműködésen vagy csoportos formában olyan, ahol vele direkt egy-az-egybe foglalkoztam. Ez az egy ember, ez szerintem egy jó arány, főleg annak tükrében, hogy ő úgy írta ezt a visszajelzést egyébként meg, ha a visszajelzést, hát inkább azt mondom, hogy anyázó és sértegető és fenyegető levelet, hogy csak a részét kéri vissza az együttműködésnek, mert egyébként szeretné továbbra is használni az önéletrajzot, amit írtam, tehát hogy egyértelmű volt az, hogy ő értékesnek tartja meg, használhatónak tartja az anyagot, csak ez a megkeseredettség, ez az teljes kudarc élmény, ez szerintem egy picit így átírta a normális döntéshozatalt, meg azt, ami így emberek között illik, meg szokás, meg szabad. Egyébként persze visszafizettem természetesen a részleges díját a tréningnek, meg az együttműködésnek, de kicsit olyan érzésem volt, hogy szerettem volna még ennél is jobban csinálni, hogy hogy lehetett volna ezt megelőzni, hogy lehetett volna eljutni oda, hogy még ez se forduljon elő, hogy neki is működjön. És egyébként ez tök érdekes, mert tudom, hogy te is foglalkozol ezzel a témával, hogy vállalkozóként, főleg úgy, hogy azért egy segítő szakmában dolgozom, ez egyébként nekem nyilván belül egy nagy fájdalmat érzek ezzel kapcsolatban, hogy én szeretnék mindenkinek segíteni, szeretnék neki is segíteni, és szerettem volna megoldani a problémáját, és én hittem abba, hogy neki ez sikerülni fog, és lehet, hogy azóta már sikerült is. Nyilván nem vagyunk ilyen puszipajtások, nem beszéltem vele azóta, meg szerintem nem is fog letörölt LinkedIn-ről, tehát hogy tényleg elég komolyan valamiért valami kattanás ott történt, és nekem ez mai napig egy ilyen nagy kérdés volt bennem, hogy vajon én hibáztam-e valahol az együttműködésben, hogy csináltam-e valamit máshogy, mint a többiekkel, vagy csináltam-e valamit esetleg rosszul. És amit tettem egyébként ezután a visszajelzés után, amikor ugye egy részleges visszatérítést kért valaki, hogy megnéztem, hogy milyen termékeket vett igénybe, hozzáteszem, hogy egyébként az a része, ami működőképessé teszi például a módszertanomat, annak egy nagy részét nem is nézte meg a tréningben. Nyilván ennél fogva nem is alkalmazta, tehát hogy a sikernek az elérése az kérdéses, vagy kérdőjeles lett volna egyébként is, de azt csináltam, hogy azt a tréninget, azt átalakítottam olyan formában, hogy még egyértelműbben kihangsúlyozom azt, hogy ezt a részt meg kell nézni ahhoz, hogy valaki sikerre járjon, vagy a legfontosabb részek közül az egyik. Illetve azóta az onboarding levélbe, tehát ha valaki elkezd velem együtt dolgozni, az első levélben benne van, hogy ennek a videónak ezt meg kell nézned ahhoz, hogy ez működjön. Ezeket kell mindenképp megnézned. És próbáltam átgondolni azt, hogy ügyfél szempontból, hogyha ő beérkezik ebbe a folyamatba, akkor neki mit kell ahhoz tennie mindenképpen, hogy
a lehető legnagyobb eséllyel legyen sikeres, mert ugye te is fogalmaztál, és ezzel teljesen egyetértek, hogy nem tudok valaki egy 100%-os felelősséget vállalni, viszont szeretném a valószínűségét annak növelni, hogy ő sikeres, és szeretném, hogy az én termékon a lehető legnagyobb valószínűséggel juttassa el oda, hiszen én is valószínűséget ígérek, hogy az ő sikere minél valószínűbb lesz. Akkor csak egy nagyon röviden csatolnék vissza, aztán pedig van egy ötletem, hogy mi az, amiről érdemes lenne ezzel kapcsolatban beszélni. Az egyik az, hogy te szeretsz egyébként pókerezni, vagy pókereztél már? Igen, szeretek. Hát akkor biztosan tapasztaltad azt, hogy van olyan, hogy minden esély nálad van, de a végén gyakorlatilag mégsem te nyersz. Igen, hanem... ászpára a 7-3-os ellen. Így van. Ez előfordul, hogy gyakorlatilag az ellenfél nyer egy ilyen 7-3 off helyzetben is. Úgyhogy igazából azt érdemes itt látni, hogy van olyan, hogy jó döntést hozunk, és jó kimenetele lesz, és van olyan, hogy jó döntést hozunk, és rossz kimenetele lesz. Ez pont egy ilyen Los Angeles-i tréningen tanultam meg, hogy nem azon múlik, hogy jó döntésed volt, hogy mi lett a végkimenetel, hanem az, hogy a rendelkezésedre álló információk alapján azt a döntést hoztad, aminek a legnagyobb valószínűséggel lett volna jó kimenetele. Úgyhogy mindig előfordul az ilyesmi. Oké, a másik, amit szerettem volna, hogy átbeszéljünk, az az, hogy ez neked egy stresszforrás volt a vállalkozásod esetén. És ugye pont beszéltünk is arról, hogy az új könyvem az pont a stresszről és a stresszkezeléséről fog szólni. És abban a helyzetben, amikor valaki mondjuk egy munkavállaló egy cégnél, ott más a helyzet, mert ott te azt tudod mondani, hogy a kollégáiddal átbeszéled ezt, hogy jaj, hát megint volt egy olyan ügyfél, akivel nem volt szerencsés az együttműködésünk. Nyilván ezt a te saját szavaiddal fogalmaznád meg a saját kollégáidnak, de amikor egyedül vállalkozó vagy, te vagy a saját magad főnöke, és nem látod azt, hogy egyébként ez hogy lehetett volna jobban csinálni, vagy hogyan lehetett volna ezt másként megoldani, vagy ez jó volt, vagy nem volt jó, és van sok kérdőjel benned, vagy akár még bizonytalanság is, akkor ezt sokkal nehezebb neked alapvetően megoldani. És pont erről is szól lényegében az új könyvem, amit el is olvastál, és szeretnék ezzel kapcsolatban egy olyan segítséget nyújtani a vállalkozóknak, hogy gyakorlatilag az ilyenfajta stresszekkel kapcsolatban jobban tudjanak védekezni, mert hogy egy ilyen ügyfél eset azért ezt túléli az ember. De hogyha nagyon sok dolog összeadódik az embernek a bizniszében, akkor az kihathat arra, hogy a mentális egészsége sérülhet, lehet, hogy nem érzi jól magát a bőrében egy idő után, akár egészségügyi panaszai is lehetnek, ami pedig visszahat az egész bizniszre, visszaesnek a bevételek, ami pedig egy ilyen ördögi spirálba bele tud vinni. Úgyhogy ezt csak röviden szeretem volna elmondani, és nem egy nagy promó lesz majd itt, ami most fog következni, hanem konkrétan használható tippeket szeretnék majd adni az embereknek. Ez csak egy ilyen gondolatébresztőként dobtam be, te olvastad ezt a könyvet, úgyhogy szerintem mondd el, Léci, mi az, ami neked eszedbe jutott, amikor ezt nekem olvastad. Ami most először eszembe jutott, az az, hogy nem zárnám ki az alkalmazottakat ebből a könyvből, meg ebből a témában, olyan értelemben, hogy szerintem egy alkalmazott is vállalkozó, vagy tud vállalkozói szemlélettel gondolkodni. És hogyha vállalkozói szemlélettel gondolkodik valaki, akkor ugyanazt a hullámvasutat át tudja élni, amit egy vállalkozó, akár egy munkahelyen is. Ilyen lehet egy elmaradt fizetésemelés, ilyen lehet egy elmaradt előléptetés, ilyen lehet az, hogy bónuszt kapna, de úgy döntenek Amerikában, hogy most nem lett jó a tőzsdei eredmény, és nem kap bónuszt, és azt várta egész évben. Tehát szerintem ugyanúgy megvan ez a fajta kérdőjelesség azért valamilyen szinten egy alkalmazottnál is, úgyhogy csak azért mondom, hogy ne tekerd át a következő 15 percet, mert erről lehet, hogy neked is érdemes hallanod azoknak, akik alkalmazottnak. És a másik pedig az, hogy szerintem, hogyha valaki vállalkozói szemlélettel gondolkodik, most itt a könyvet kapcsán, és alkalmazott most még, akkor simán lehet, hogy ugyanúgy megéli ezeket a dolgokat, csak pont annak kapcsán, hogy éppen még nem tudja megvalósítani az ötletét, vagy nem elég gyorsan tudja megvalósítani az ötletét, vagy az ötlete az nem működik úgy, ahogy ő azt eltervezte. Rengeteg olyan ügyfelem volt, olyan emberrel találkoztam ugye a CV-sár keretein belül, aki igazából alkalmazott, de megpróbálta már a vállalkozást, vagy régóta kacérkodik a gondolattal, hogy vállalkozó lesz, de valamilyen oknál fogva mégse jött össze, és újra és újra így ingadozás van. Tehát szerintem azért sok embert érinthet ez a probléma. Ami nekem így nagyon személyes élményem a könyveddel kapcsolatban, az az, hogy nyilván az én munkámban is megvan az, hogy egyfajta kiszámíthatatlanság. Főleg az első években volt jellemző egyébként, most már kevésbé. Szinte mostanra azt mondom, hogy beállt, hogy ugyanazzal az ügyfélszámmal, nagyjából ugyanazzal az árbevétellel működök hónapról hónapra is, hogyha tekerem a marketinges büdzsét, akkor tudom tekerni azt, hogy hány ügyfelem lesz tudatosan, százalékra szinte pontosan ugyanannyi ügyféllel kezdem el a munkát x darab emberből, akivel beszélek, tehát hogy ezek így gyakorlatilag teljesen be vannak állva, be vannak járatva. Ami viszont érint, az az, hogy én is nyilvánvalóan
szeretnék nagy dolgokat elérni, szeretnék sok embernek segíteni. Vannak nyilván személyes céljaim, ezek akár anyagi célok, akár élmény jellegű célok, bármi, amihez ugye nekem is haladnom kell a vállalkozásommal, haladnom kell az életemmel, és az, hogy ez nem egy kiegyensúlyozott formába érkezik, most gondolok itt az árbevételre, vagy arra a pénzre, amit mondjuk kiveszek, vagy ki tudok venni a cégből, ez alapvetően nyilván bennem is tud okozni frusztrációt, és vannak olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy nem értem, hogy mi a fenért nem működik ez, hiszen ez sokkal jobb, mint ami eddig volt, és az előző működött, de a mostani valamiért nem. És ez nyilván egy ilyen állandó gondolkodást, állandó pörgést jelent, hogy hogyan tudom azt az adott dolgot jobbá tenni. Illetve ami még talán érint, vagy érintett a könyvből, és megint, bocsánat, hogy ennyire személyes dolgokat hozok be, de legalább akkor tudsz majd erre így a könyv vonatkozásában reflektálni, hogy én is hajlamos vagyok arra, hogy túl dolgozom magam, vagy szeretnék mindent minden jobban csinálni, és ezáltal nagyon sokáig például a pihenés, meg így ezek a rekreációs dolgok, ezek így teljesen kimaradtak az életemből. A Miért alszunk című könyvvel olvasását megelőzően még aludni se aludtam annyit, amennyit kellett volna, mióta elolvastam azóta. Biztosan tudom azt, hogyha nem alszok eleget, akkor nagyon-nagyon komoly problémáim lesznek később. Tehát az alvást azt megoldottam. Az elmúlt időben például a párommal bevezettünk egy olyan rendszert, hogy minden héten egy teljes napot csak együtt töltünk, és nincs semmi munka. Ez is nagyon sokat segített egyébként. Meg egy csomó olyan tippet írsz, de hasonló tippeket egyébként a könyvben, ahol így mosolyogtam azon, hogy fú, de jó, valamennyire pályán vagyok, mert ezeket már csinálom, de biztos vagyok benne, hogy ez egy folyamat, és ebben egyébként folyamatosan kell tudni fejlődni. Egy klasszikus helyzet, szituáció, amivel mindig szembenézek, hogy elmegyünk valahova nyaralni, akkor az első két nap azt tudja, hogy kattogás, és tudja, hogy arról van szó, hogy nem tudok figyelni arra, hogy éppen nem kell semmit csinálnom. Ez például egy nagyon olyan helyzet. És állítom, hogy bennem is amúgy megjelent az, amit kiégésként itt a könyv kapcsán így leginkább azt tudnám mondani, hogy én is egy olyan repetitív tevékenységet végzek, bár különböző problémákon, különböző helyzeteken, különböző ügyfelekkel, de valamennyire repetitív, ugyanaz a dolog újra és újra, viszont egy hatalmas teljesítménykényszer mellett, hiszen nagyon magas elvárásokkal dolgozom, magas áron is, de ez nyilván magával hozza a magas elvárásokat is, és egyfajta olyan nyomás is van rajtam, ami talán így az amerikai sztárügyvédekre jellemző, hogy eddig az egy emberig, aki ugye részben visszakérte a pénzét, egy ilyen clean sheet-em volt, hogy teljesen tökéletesen tiszta, minden eddig sikerült, és nem nagyon volt olyan, hogy kudarc. Nyilván tudok egy-két emberről, akinek nehezebb volt, tudok egy-két olyan helyzetről, amikor külön kellett valakinek segítenem akár a terméken kívül, mert valamiért nem működött, vagy valamit rosszul értelmezett, de ez nem olyan, mint amikor direktbe így az ember így belefut egy pofonba. Viszont a másik oldalon pedig a munkám is olyan, és ezt te is biztosan tudod, mert tudom, hogy hasonló rendszerbe dolgozol, vagy dolgoztál, hogy azért egy első beszélgetésen eldől az, hogy valaki meghozza ezt a döntést melletted, vagy sem, és nyilván ebbe is vannak mindig nagyon erős nemek, meg nagyon erős igenek, és ez is egyfajta folyamatos ingadozás, és még akkor is jár egyfajta belső stresszel és feszültséggel, hogyha pontosan meg tudom mondani számra pontosan, hogy hány ember lesz a hónap végén ügyfelem, hogyha ennyi emberrel beszélek, mert a nagy számok törvény alapján a statisztika egy idő után behozza ezeket. De ez a fajta ingadozás, ez szerintem az én életemben abszolút megvan, és a könyv kapcsán ezt ismertem fel, hogy basszus, én azt gondoltam, hogy nem vagyok kiégve, de azért vannak olyan elemek az életemben, amik abba abszolút abba az irányba sodorhatnak. Hát köszönöm ezt a fajta őszintességet, hogy ezekben beavattál minket, és beavattad a hallgatókat is. Ezekről tudunk érdemben beszélni. Nyilván ezek olyan témák, meg olyan területek, akár az, hogy te most az ügyfelekkel kapcsolatban magas elvárásoknak kell megfelelned, hogy ezt így az ügyfeleknek nem fogod tudni elmondani, mert ők nem azért jönnek hozzá, hogy nekik ezt elmond. És ezért is fontos például a társas támogatás, akár a pároddal gondolom, amit meg tudsz beszélni, vagy a mastermindotokban, amit tök szuper, hogy csináltok, vagy ez lehet, hogy titok, ezt nem. Nem, nyugodtan mondanom. A mastermind az teljesen publikus, úgyhogy abszolút lehet róla beszélni, majd beszélünk akár ezután egy picit arról is. Jó, szóval a mastermindotokban, vagy akár az, hogy vannak olyan barátaid, talán mentorod is van, akivel át tudod beszélni a saját üzleti jellegű kérdéseidet és üzleti jellegű problémáidat, hogy az első ilyen, akár gyakorlati típus, amit itt most megfogalmaznék, az az, hogy az embernek legyen egyfajta olyan közege, ahol meg tud nyílni ezekről őszintén. Mert hogy lehet, hogy most valaki neked nem fogja rögtön megmondani a megoldást, de nem is biztos, hogy erre van szüksége, hanem az, hogy valaki meghallgasson, és tud az az ember is lenni, nem csak az, akit megfelelem az elvárásoknak, hanem az az ember is, akinek vannak ezek az érzései, hogy hú, hát azért ez nem egyszerű.
és ezt meg tudja valaki hallgatni neked, ott tud lenni veled ezzel kapcsolatban, és ezt természetesen nem az ügyfeleknek kell, hogy lássák, de az ügyfeleknek ugyanígy megvannak a saját maguk problémái, amiket nem fognak neked elmondani feltétlenül, bár neked lehet, hogy elmondják az állásváltás kapcsán, a CV-nek az összerakása kapcsán, de a főnöküknek, meg a munkai helyzetekben ott nem tudják ezt elmondani. És nagyon sokszor az emberek azért égnek ki, egy jelentős oka ennek az, hogy nincs egy olyan közeg, ahol úgymond tudnak ventilálni, ki tudnak önteni a lelküket, és ahol egyfajta támogatást tudnak megkapni. És a támogatás az nem csak annyit jelent, hogy azt mondják, hogy jó van, menni fog ez majd, hanem hogy ténylegesen valaki rá tud hangolni az ő érzéseikre, ezzel kapcsolatban tudnak is segíteni a saját maguk megértésében, tudnak vele empatizálni, tehát minden embernek szüksége van ezekre, csak vannak olyan emberek, akik mondjuk azt tanulták meg az életük egy folyam, életünknek egy pontján, vagy az életük folyamán, hogy nekik erősnek kell lenni, és nekik nem szabad ezt megtapasztalni, nem szabad ezt megmutatni. És ezeknek az embereknek is van ilyen szükségletük, csak nekik igazából sokkal nehezebb ez bevallani saját maguknak, és lehet, hogy pont egy későbbi összeomlás kapcsán fogják ezt megtapasztalni, hogy fú, hát igazából jó lenne ezeket, hogyha ezzel kapcsolatban őszintén tudnék magamnak beszélni, vagy akár egy terapeutának, kócsnak, vagy bárkinek. Szóval ez egy ilyen rövid kis reakció volt erre, és nagyon sok értékes dolgot megfogalmaztál. De látom, hogy közben bólogasz is, úgyhogy ha valami eszedbe jutott, akkor meghallgatlak szívesen. Igazából csak egy dologra gondoltam, hogy talán ez a fajta. Most nem is feltétlenül a szívisárkos élményeimről beszélek, hanem inkább egy pár évvel korábbra, amikor tényleg full-time értékesítéssel foglalkoztam, mert nyilván a vállalkozásomban is értékesítek az ügyfeleimnek, de nem ennyire direkt be csak az értékesítés a munkám, ez egy nagyon kis szelete a szívisárkon belül a munkámnak, viszont korábban ugye én full-time értékesítéssel foglalkoztam B2C, B2B környezetben, és ami eszembe jutott, hogy gyakorlatilag ez a fajta ezek a fajta szélsőségek, amik megjelennek, amikor ugye egy nemleges választ kap valaki újra és újra és újra és újra, és ez akár így annyi ideig folytatódik, hogy szinte már elképzelhetetlen, hogy valaha fog jönni egy igen. Ez nagyon hasonló az az érzés, az, amikor valaki állást keres. És például én azért tudom pontosan, hogy mit érez valaki, amikor nem sikerül neki, mert nagyon sokszor futottam bele szándékosan a pofonba, mert ez volt a munkám, hogy szándékosan menjek a pofonért gyakorlatilag értékesítőként, még úgy is, hogy tudtam, hogy jó termék, jó a szolgáltatás, jól értékesítnek, jól tudok kapcsolatot kialakítani, így is tudtam azt, hogy maximum minden tizedik ember fog igen választ mondani, az akkori statisztikák szerint mondjuk egy hideghívásos helyzetben, vagy minden második mondjuk tízből, vagy bocsánat, minden tíz emberből. És ami itt még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ami engem mindig megnyugtatott, és nem emlékszem már pontosan, melyik filmélményben volt ez, de egy értékesítéssel foglalkozó, ilyen értékesítési témát feldolgozó filmben volt egy olyan jelenet, ahol az értékesítő azt mondta el, hogy azzal, hogy kap egy nemleges választ, azzal rögtön berak x, nem tudom, centet a zsebébe, mert tudja, hogy azzal ő igazából már pénzt keresett, mert egy adott százalék után mindenképp igen választ fog kapni. És én azóta tudom, mióta nagyon nagy volumenbe foglalkoztam ezzel, nagyon nagy volumenbe kaptam igeneket, meg nemeket, hogy igenis van olyan statisztikai szélsőségesség, ahol akár egymás után kapsz 25 nemet, és utána kapsz mondjuk 6 igent, ami nyilván arányaiban jobb sokkal annál, mint amiről beszélünk. És ez, amit szerintem egy álláskeresőnek is mindig tudatosítania kell, hogy tudja magára azt, hogy jó szakember, amit csinál, az a megközelítés, az jó, mert hogyha hallgatja ezt a podcastot, akkor valószínűleg jól csinálja, amit csinál. Tehát egy idő után el fog jutni oda, hogy kap igent. Viszont amíg eljut az igenig, addig nagyon sok nemen keresztül vezet az út. Ez nem egy olyan játszma, ahol mindenképpen lehet tisztán játszani és mindent elérni nulladik próbálkozásra, első próbálkozásra, hanem inkább az a papírforma, hogy lesz nagyon sok nem, amíg eljutunk a végső igenhez. Ennyi talán, ami így beugrott. Szerintem jó, hogy ezt megosztod, mert az is egy tapasztalat, hogy azok az emberek hajlamosabbak a kiégésre, akinek irreálisan pozitív elvárásai vannak. Azaz, hogyha valaki úgy állna hozzá, hogy hát eljövök a Gellért, az innentől meg lesz, mondjuk 10-ből 2-3 igen biztos lesz. De hogyha most elmondtad azt, hogy 25 nem is normális, akkor ő nem fog úgy állni hozzá, hogy azt várja, hogy igen legyen, és igazából nem fogja annyira megviselni, hogyha ezek a nemek érkeznek, mert tudja, hogy ez egy normális folyamat, és a Gellértnek ezt ő megmondta, én tudom, hogy erre lehet számítani, és pont ezért is fontos az, hogy őszintén és megbízható tudsz lenni, és nem egyből a sikert garantál, hanem arról beszélsz, hogy ez egy normális statisztikai eloszlást képviselni tud. És ugyanígy, ahogy te erről beszélsz, hogy akármennyire is megnöveljük az esélyeket, gyakorlatilag mindig lesz benne egyfajta variancia, hogy most mikor lesz az a pont, amikor valaki megkapja az igent, hogy azt az igent, ami neki kell. A kiégésben én is ezt a fajta nézőpontot képviselem, hogy szerintem nem olyan egyszerű ez a kiégés dolog, mint amit az interneten lehet olvasni, hogy csak pihenjél.
akkor kinek kell kiégés könyv, amikor azt mondják, hogy pihenjél, és akkor igazából te is nevetsz ezen, de hogy igazából én hallottam viszonylag sok szakértőt, meg amikor ezt a könyvet megírtam, nem azért írtam meg ezt a könyvet, mert én mindenképp kiégés könyvet akarok írni, hanem nekem is volt egy kiégési folyamatom, és nem találtam olyan anyagot, ami ténylegesen segített volna. És hogy elkezdtem ezt kutatni és megnézni ennek a szakirodalmát, a tényleges tudományos publikációkat, amikhez az emberek nagyon nehezen férnek hozzá, és ilyen rohadt bonyolult angol nyelvezete van, és mindig csak egy pici pázza darabka, és mondjuk arról szól, hogy mondjuk a nővérek Vietnámban, akik mondjuk rákos betegeket kezelnek, nekik ez a mindfulness tréning hogyan segített, hogyan nem segített. Ilyen specifikus tudásanyagok voltak, és nem az, hogy akkor pihenj többet, vagy pihenj kevesebbet, és ebből rengeteget el kellett olvasni. És ugye azt mondják neked, hogy pihenj többet, vagy az álláskeresők azt mondják, hogy tessék, figyelj, mit tudom, sportolj, vagy találkozz a barátod a picit többet, ő nem biztos, hogy attól függetlenül jobban fogja élvezni ezt a munkát, vagy éppen jobban fogja bírni a megviselő stressz forrásokat. Ezért egy nagyon, igazából egy nagyon komplex rendszer az ember és az embernek az élete, vagy akár a munkahelykeresés is. És én annak a híve vagyok, hogy érdemes részletesen megismerni azt, hogy egyáltalán miről is van szó. És csak egy ilyen rövid példakedvéért azt szeretném említeni, hogy ugye mondtad azt a könyvet, hogy olvastad a Why We Sleep című könyvet, a Miért Alszunkat Matthew Walkertől, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, és az én könyvemben is hivatkoztam rá. Matthew Walker ugye alváskutató, és hogyha valaki azt gondolja, hogy mondjuk az, hogy mondjuk hogy teljesít egy álláshelyzetben, az csak azon mondjuk, hogy a Gellért mit mond neki, ezek biztos, ez rengeteget számít, az, hogy milyen tippeket mondasz, mert fantasztikus tippeket mondasz, de az ő teljesítményében nem csak az számít, hogy konkrétan mit mond meg, hogy milyen a CV-je, hanem az is, hogy hogyan tudja magát képviselni, és gyakorlatilag az, hogy hogyan aludt az azt megelőző éjszaka, az is kihathat az egész teljesítményére, vagy az egész megjelenésére, vagy az egész kisugárzására. És amíg te azzal foglalkozol, hogy gyakorlatilag, tehát konkrétan mit lehet megtenni azért, hogy a statisztikai esélyeket növeljük, az én szakmám az leginkább arról szól, hogy ezt a rezilienciát, ezt a fajta védekező képességet, ellenálló képességet ki tudjuk fejleszteni személyre szabottan. Tehát én nem abban segítek az ügyfeleknek, akár állásváltás esetén, hogy mondjuk ők hogyan tudják jól pozícionálni magukat az álláspiacon, mert ebben te vagy a szakértő, hanem én abban segítek, hogy egy olyan szemléletbe kerüljön bele, hogy például ugyanazokban a helyzetek, ugyanazokban a problémákban, például az, hogy mondjuk szétdolgozza magát és nem kap elég fizetést, abban ne kerüljön bele. Mert annak a mélyebb oka az egy lelki, egy pszichológiai ok sokszor, és nem csak az, hogy most éppen nem kérte, vagy nem tudta, hogy hogyan kell jól kérni éppen az a fizetésemelést. Szóval én azt gondolom, hogy ezek viszonylag komplex helyzetek, és azért nagyon jó, hogy személyre szabottan foglalkozott te is ügyfelekkel, meg én is. Persze megosztom mind a ketten azért tippeket, mert gyakorlatilag olyan problémák lehetnek, és olyan problémák lehetnek a felszíni mindennapi nehézségnek a gyökerei, amire az ember egyáltalán nem gondol, és egy ilyen diagnosztikai helyzetben ezt így nagyon jól fel lehet ismerni, és biztos, hogy neked is volt olyan tapasztalatod, hogy valaki azt mondta, hogy én igazából Gellért mindent jól csinálok, és te ránéztél, és hoppá, na hát látod, ez nem volt, ami tökéletes lett volna, és tudtál neki segíteni, hogy hogyan fejlesz ezt. Nagyon sokszor hallom ezt, hogy én mindent jól csinálok, meg ezen úgyse fog múlni, ezen úgyse fog számítani. Ezek a mondatok azok, amikor igazából sajnos valaki nincsen abban a helyzetben a döntése kapcsán, hogy eljusson oda, hogy egy egyértelmű igent mondjon mondjuk egy együttműködésre, mert egyszerűen még nem ismerte be azt, hogy ő is felelős a saját karrierért, a saját helyzetéért, és nem ismerte fel azt, hogy nem csak azon múlik az állásszerzés, hogy ő elég jó szakembere, hanem azon is, hogy elég jó szakembernek tudja eladni magát. És ez a kettő, ez nagyon nem ugyanaz. Egy hatalmas szakadék van a között, hogy én jó szakember vagyok, meg hogy engem jó szakembernek gondolnak, hogy a megfelelő módon tudom, a megfelelő képpen tudom a saját értékeimet kommunikálni írásban, szóban, interjún, önéletrajzban, bármilyen formában. Ez egy nagyon más skill, és egy nagyon más készség, mint az, hogy valaki mondjuk élt a robotprogramozáshoz, vagy ért mondjuk az adótanácsadáshoz. Ez a kettő külön van egymástól. És van ugye ez a klasszikus kérdés, ami elhangzik sokszor, hogy hát én tök jól értem a szakmámat, nem értem, hogy miért kell ezzel a szarral foglalkoznom. Miért kell ezt az egészet csinálni, nem értem, hogy miért nem bíz valaki meg csak azért, hogy én jó vagyok. És az, amit szerintem fel kell ismernie majd 21. századi álláskeresőnek, csak egy kicsit ilyen rádiós irányba menjünk el, hogy egyszerűen ma már nem elég jó szakembernek lenni, hanem annak is kell látszani, vagy hogyha ezt nem hajlandó valaki felvállalni, akkor igenis azt a kockázatot, azt a következményt futja ezzel a döntésével, hogy lassabban vagy nehezebben fog elhelyezkedni. És egyébként tök érdekes itt a kiégés kapcsán, hogy nagyon sokszor szerintem megjelenik az én ügyfélkörömnél is az, hogy valakinek úgy jön el a váltás pillanata,
hogy a váltás az igazából válasz egy ilyen kiégés, vagy kiégés közeli állapotra, és nagyon sokáig dolgozott többet, és még többet azért, hogy kapjon előléptetést, vagy fizetésemelést, vagy pont ugye azt várja, hogy azáltal, hogy többet dolgozok, majd akkor lesz valami, pedig nem lesz ugye semmi, mert se a megközelítésen nem változtat, tehát se nem kér máshogy fizetésemelést, vagy nem kezd el máshogy pályázni, illetve nem is tesz ezért lépéseket, csak azt társítja a munkához, magához, hogyha én többet dolgozom, akkor majd jobb lesz. És szerintem ez egyébként a könyvedben is talán így megjelenik, hogy ez egy nagyon erőteljes út és lehetőség abba az irányba, hogy valaki így felüljön a gyors vonatra a kiégés irányába, hogy a problémákra a válasz az, hogy még több munka. Jó, hogy ezt felhoztad, ennek nagyon örülök, mert ez így van, és amivel én ezt kiegészíteném az, hogy ha valaki mondjuk megtapasztal egy kiégést, akkor annak nagyon ritkán az oka az, hogy egyszerűen nem volt jó munkahelye. Tehát persze, oké, az sokszor tud segíteni, főleg tünetileg tud sokat segíteni azt, hogy oké, most ebben a munkahelyi helyzetben mondjuk dolgoztam 10 éven keresztül, nem volt jó a szervezeti kultúra, rosszak voltak a kollégák, és alacsony pénzért dolgoztam túl sokat, túl magas szakértelemmel, de hogy ha elmegyek egy új munkahelyre, akkor azok a lélektani folyamatok, amik lehetővé tették azt, hogy 10 éven keresztül egy ilyen helyzetben legyek, vagy ilyen mélyre menjek a saját kiégésemben, azok ugyanúgy velem jönnek a következő munkahelyre is. Tehát magammal viszem a saját korlátozó hiedelmeimet, sémáimat, berögződésémet, amik mondjuk korlátoznak engem. És éppen ezért szeretek a dolgoknak a mélyére menni, mert hogyha most te megadod a CV váltási trükköket, és mondjuk, hogy gyakorlatilag ténylegesen tud egy nagyon-nagyon-nagyon jó munkahelyet váltani, és olyan munkahelyre bekerül, amit szeretett volna és imádja és élvezi, azért hosszú idő elteltével nagyon nagy valószínűség van annak, hogy ugyanazok a problémák megjelennek nála, mert hogy ez nem csak a munkahelyből adódik az, hogy éppen milyen problémákat szembesül valaki, még akkor is, hogyha sokkal könnyebb a munkahelyre vetíteni, hogy ez a munkahely hibája nem az enyém, hanem hogy az ember valahogyan tudattalanul ki tudja váltani azokat a fajta körülményeket, amiben ő nem érzi jól magát. Tegyük fel, túlterheltnek érzi magát folyamatosan az ember, és elmegy egy munkahelyre, ahol egyébként nem terhelnék túl, de ő túlvállalja magát, csak észre sem veszi, mert azt hiszi, hogy neki muszáj túlvállalnia magát. És például ezekben a helyzetekben ezt olyan lehet felismerni, hogyan lehet megoldani, megváltoztatni, ebben az önismeret rengeteg segítséget tud nyújtani. Akár bármiféle terapeutával, coachal, vagy akár a könyvemnek az elolvasásában is van viszonylag sok ilyen támpont, amit az ember saját magának először el tud kezdeni, azzal, hogy ezt elolvassa és elgondolkodik rajta. És ezzel egy pillanatig sem leértékel a munkádat, mert azt gondolom, hogy nagyon értékes, amit csinálsz, és hiánypótló a magyar piacon, és egyedülálló az, amit te képviselsz. Itt csak azt szeretném behozni, hogy ha valaki valamiért kiégett, akkor a megoldás általában nem csak annyiban áll, hogy pihenjen többet, aludjon többet, egyen egészségesen, találkozzon a barátaival, sportoljon és játszon, hanem ennek van egy lélektani mélyebb oka, hogy miért teszi úgy az életében a dolgokat, amiket tesz, hogyan jöttek egyáltalán ezek a felszínre, mi vezérli őt, amit ő nem is tud, hogyan irányítja olyan rossz korai berögződés, akár tudattalan minta, aminek nincsen a tudatában. Tehát ezeknek a felismerése azért egyedül nem megy, tehát mindenkinek vannak vakfoltjai. És a kérdés ez igazából az, hogy az ember elég bátor-e ahhoz, hogy ránézzen saját magára, és hogy ezzel tudjon dolgozni. Fú, ez nagyon jó. Ami eszembe jutott, hogy van is egy ilyen fejezeted, vagy alfejezeted a könyvben, hogy mikor menjünk coachhoz, pszichológushoz, pszichiáterhez. Ez szerintem egy tök izgalmas dolog, erről egy beszélsz egy picit, mert szerintem ez mindenkit mindig érdekel, hogy most akkor miért menjek coachhoz, miért menjek pszichológushoz, pszichiáterhez, mikor melyikre van szükségem. Köszönöm, hogy felhoztad ezt a kérdést, szerintem ez egy izgalmas téma. Alapvetően, hogyha valakinek szakmai segítségre van szüksége, az általában a szakember a javaslat. Ha valaki edző, aki sportcéljaid vannak, akkor menjél egy edzőhöz, nem egy coach fog neked segíteni ebben. Ha munkahelyváltásról van szó, akkor hozzád jöjjenek el az emberek, CV-t megváltoztatni, motivációs levelet írni, hogyan prezentál magad a munkaerőpiacon, és itt tovább, ebben te tudsz nekik segíteni. Hogyan gondolkodjanak erről reálisan, ebben is te tudsz nekik segíteni. Egy coach abban tud hitelesen segíteni, hogy milyen megoldások, alternatívák, akár döntési helyzetek vannak, hogyan, milyen szokásokat érdemes beépíteni, neki alapvetően milyen gondolkodási mintái vannak, azok hogyan befolyásolják az életének különböző területeit. Tehát igazából egy ilyen a jövőre irányuló, megoldásokra irányuló, jelenben lévő problémák megoldását, életstílus problémáknak a megoldását és a fejlődésre irányuló tevékenységek azok, amivel egy coach foglalkozik általában. A pszichológus az igazából foglalkozhat ezzel is, illetve vannak különböző szakosodású pszichológusok, van sportpszichológus például, van igazságügyi pszichológus, kriminálpszichológus, klinikai szakpszichológus, és a pszichológus alapvetően
tudja ezt csinálni, csak pszichológiai ismeretei is vannak mellette. Tehát ő érti azt, hogy mondjuk a léleknek milyen mélységei vannak, de ilyen feltáró munkát, hogy mit tudom én, apukád 2 éves korodban, hogy kiabált veled az, hogy esett neked rosszul, azzal nem biztos, hogy foglalkozhat, ezzel az úgynevezett klinikai szakpszichológusok és a pszichoterapeuták foglalkozhatnak. Tehát, hogyha nagyon mély, mit tudom én, valakit megerőszakoltak gyerekkorukban, azzal egy sima pszichológus nem valószínű, hogy tud foglalkozni olyan szempontból, hogy a traumáról nem tud beszélgetni, de mondjuk a mindennapi problémáknak a megoldásában tud neki segíteni. A pszichológusoknál van egy ilyen nagyon-nagyon erős felosztása annak, hogy ki mivel foglalkozhat, mert nagyon erős a felelősségvállalás a szakmán belül azzal, hogy olyannal, amiben nem vagyok hiteles segítő, abban nem nyúlok bele, abban nem kezdek el azzal foglalkozni. Tehát, hogyha mondjuk valakinek súlyos problémái vannak, akkor egy sima pszichológus nem vállalja el anyagi okokból, hanem csak az, akinek ez megvan a megfelelő képzettség és szaktudása. A pszichiáter ezzel ellentétben az egy szakorvos, aki gyógyszert ír fel. Milyen esetekben lehet erre szükség, hogyha valakinek mondjuk olyan szintű szorongása, zavara, vagy nem tudja elhagyni az épületet, és nincs, tehát igazából a pszichológus nem tud neki segíteni már, vagy halucinál, vagy olyan mértékű depressziója, vagy nem tud kikelni az ágyból, tehát hogy ilyen esetekben a gyógyszeres segítség az meg tudja támogatni akár a pszichoterápiát, vagy akár mást. A pszichológus az nem ír fel gyógyszert. A pszichológus az csak érti azt, hogy működik az embernek a lelke, és az a múlttal is foglalkoztat a jelennel, illetve a jövővel. A coach pedig ugye az ilyen felszínesebb dolgokkal úgymond, hogy az életstílus, szokások, csúcsteljesítmény, hogyan tudod a time managementbe beiktatni az idejű időd a pihenésre, hogyan tudod beiktatni azt, hogy egyébként ügyesen kéri a fizetésemelést. Tehát igazából ezekkel még foglalkozhat egy coach, természetesen nem olyan szakmai mélységben, mint amivel mondjuk te mondod. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így röviden érthető. Abszolút, abszolút, szerintem nagyon szuper volt. Örülök neki akkor, hogyha ez átjött. Jó. Ami talán még felmerült bennem, és arról szerintem érdemes beszélni, hogy mit gondolsz, hogy egy coach meddig mehet el, vagy mennyire vállalhat ügyfeleket, mert én mostanában azért elég erőteljesen látok egy olyan trendet, hogy ha nem is hétvégi szemináriukon, de ilyen egy hónapos challenge-ekben valaki vállalkozó, hirtelen szolgáltató és tanácsadó céggé képzi magát, és azt, és mindent is megígér az ügyfélnek nagyon drágán. Erről mi a véleményed? A kedvenc területem. Okay, imádom az ilyen szakembereket. Fú, hogyan lehet erről udvarias és elegáns módon beszélni így a hallgatók előtt. Alapvetően szerintem ezzel kapcsolatban valószínűleg a hallgatókkal is egyetértünk, és teljesen is egyetértünk, hogy jó esetben akkor vállalunk el egy ügyfelet, hogyha ténylegesen tudunk neki segíteni, és nem csak akkor, hogyha szeretnék elhitetni vele, vagy magunkkal az, hogy tudunk segíteni. És hogyha valaki magas árat kér, ezt olvashattuk Cialdininek a könyvében, azt a fajta asszociációt válthatja ki, az ember azt gondolhatja, hogy akkor biztos ért hozzá, biztos magas az értéke a szolgáltatásának, de ez fontos külön választani, főleg ma, amikor már mindenki hozzáfér ezekhez az információkhoz, igazából bárki, aki azt szeretné, hogy hitelesnek lássék, csak sok pénzt elkér gyakorlatilag, és mindent megígér. Szerintem mindenki tudja, hogy kulcsokból Dunát lehet rekeszteni. Csináltunk egy felmérést nem olyan régen, pontosabban én csináltam egy ilyet, 550-en töltötték ki, stresszről, illetve a tanácsadókról szólt, hogy mik azok, amik nagyon-nagyon zavaróak az embereknek a tanácsadókkal kapcsolatban, és az egyik ilyen az a hiteltelenség volt, hogy igazából mindenki kikelthetje magát élettapasztalat és képzettség nélkül coachnak. Szerintem ami fontos, hogy az ember ismeri a kompetencia határait. Nem is tudom, hogy miért hoztad fel ezt a kérdést, mert akkor speciálisabban tudnék erre válaszolni. Igazából ez most csak így beugrott a téma kapcsán, hogy coach, pszichológus, pszichiáter vagy pszichoterapeuta, és így beugrott ez, hogy ez azért egy olyan téma, ami szerintem most eléggé aktuális, és kíváncsi voltam, hogy így mi a személyes véleményed. Meg nyilván én is látom azt, mert látok karriercoachokat tevékenykedni, hogy én egy kicsit felelőtlen dolognak érzem azt, vagy gondolom azt, hogy valaki úgy beszél az álláspiacról, vagy az ott történő sikeres szereplésről, hogy valójában ő maga se képes, vagy tudna elhelyezkedni, illetve olyan területen ad tanácsot, ami egzisztenciális értelemben egy komoly kockázatot okozhat magának az ügyfélnek. Nyilván, hogyha ez ráadásul most életvezetési tanács, vagy olyan jellegű tanács, ami nem csak anyagi értelemben, vagy egzisztenciálisan érint valakit, hanem lelkileg, mentálisan, szellemileg, bármilyen értelemben érzelmileg tropára tesz mondjuk valakit, aki amúgy is nagyon szarul volt. Ez szerintem egyfajta etikai kérdéseket felvet, és erre voltam kíváncsi, hogy te ezt hogy látod. Valós problémáról beszélünk. Ugye Magyarországon ennek nagyon-nagyon alacsony a szabályozottsága, és persze külföldön sem annyira egyszerűen szabályozott ez. Magyarországon ennek a törvényi háttere az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag bárki foglalkozhat coachinggal a mai napi törvényállás szerint, akármilyen képzettséggel. Tehát, hogyha te most itt lenne egy portás, aki soha nem foglalkozott önismerettel, coachinggal, álláskereséssel, ő lehet karrier coach, vagy lehet mondjuk álláskeresési tanácsadó. Ami szabályozna az ő működését, az az, hogyha elvégezne egy ilyen képzést,
ha elvégezne mondjuk az ICF-en egy coachképzés, és belépne a coach szövetségbe például, mert akkor, hogyha mondjuk etikátlanul tevékenykedik, akkor ebből a szervezetből kizárnák. De hogyha nem lép be, és nem csinálja meg ezeket a képzettségeket, akkor neki semmilyen kötelezettsége nincs arra vonatkozólag, és gyakorlatilag bármit megtehet, és nem büntethetik meg, hogyha gyakorlatilag törvényt nem szeg, mert hogy ez nincs úgy megszabályozva. Ami fontos, hogy legyünk ezzel tisztában, hogyha valaki coachként pozícionálja magát, és akármennyire szimpatikus és megnyerő a személyisége, azért jó, hogyha el tudjuk választani a saját érzéseinket a tényektől. Tehát attól, hogy lehet, hogy mit tudom, hogy nekem nem szimpatikus a Gellért, de az álláspiacon ő nagyon-nagyon jó szakértő. És akkor azt lehet mondani, hogy jó, akkor ezt tegyük már félre, nézzük meg, hogy ténylegesen tudunk együtt dolgozni, vagy sem. Vagy lehet, hogy nekem nagyon-nagyon szimpatikus a Bence, de abban, hogy mondjuk én kábítószerfüggő vagyok, nem ő lesz a megfelelő segítség, mert a Bence az nem erre szakosodott, és ő nem ezért. Egyébként a kiégéssel kapcsolatban is van nagyon-nagyon sok coach, tehát az igazából ez is olyan, hogy mindenki ért hozzá, mint a focihoz. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban is mindenki ért hozzá, és azt látom, hogy itt azért itt is vannak nagyon komoly elcsúszások. Például az fontos tisztázni, hogy ugye valaki, hogyha pszichológus lesz, az ugye minimum 5 év képzés eredménye, és ezután van egy 4 éves klinikai szakpszichológus képzés. Ez azt jelenti, hogy 9 évig tanul valaki, hogy diagnosztizálni tudjon valakit, hogy egyébként milyen mentális problémái vannak, vagy milyen nincsen. Ezért ez egy komoly hosszú idő, és ők sem csak a fenekükön ülnek, hanem iszonyatosan sokat tanulnak, és nagyon-nagyon részletesen megismerik azt, ami az emberek számára nem intuitív, tehát hogy nem vágjuk le, nincs senkinek a fejére írva, vagy egyébként milyen lelki beállítottsága van például. És hogyha valaki mondjuk, én hallottam ilyet kiégés kóstól, hogyha valaki mondjuk iszik munka közben, vagy munka helyett, akkor az a kiégésnek egy olyan tünete, ami egy bizonyos fázisra utal. De hogy ez akkora felelőtlenség ezt kijelenteni, mert az, hogyha valakinek van valamiféle függősége, vagy szerfüggősége, az 19 millió dologra utalhat, és az egyáltalán nem szükségszerű, hogy a kiégéssel való kapcsolatban legyen. Viszont mert ő a kiégéshez ért, ezért ezt fogalmazta meg. Ez például egy abban a szempontból lett felelőtlenség, mert hogy neki mondjuk tényleg van egy függőséggel kapcsolatos komolyabb problémája, ő azt fogja hinni, hogy ez a szakértő, hogy ez a kiégésről szól. Emiatt a kiégés szakértőhöz, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát vagy jó lesz, vagy nem jó lesz, de hogy nagyon könnyű összekeverni ezeket. És például a könyvemben viszonylag sok szót ejtek arról, hogy csak a kiégés kapcsán, ugye ami egy viszonylag szűk terület, iszonyatosan sok dolog van, aminek nagyon hasonlók a tünetei, mint a kiégésnek, és hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni. És ugye én viszonylag sokat írok arról, hogy ilyen és ilyen szakemberek tudják azt megmondani neked, hogy például mit tudom, szíveddel vannak-e problémák. Vagy amikor erős szívdobogást tapasztalsz, lehet mondjuk egy pánikbetegségnek a tünete, lehet egy szorongáshoz zavarnak, lehet konkrét szívbetegségnek, lehet, hogy csak egyébként mondjuk a stresszről a tudatod úgy tered el figyelmet, hogy igazából a szívedre kezd el fókuszálni. Hát igazából ezerfajta oka lehet ennek, vagy mit tudom, hogy vashiányos vagy éppen mondjuk a kialvatlannak érzed egyszerűen magad, vagy egy normatív krízisen mész keresztül, teljesen normális gyereket született éppen, és akkor most így fáradtabbnak érzed magad. Tehát most csak gyorsan felsoroltam néhány dolgot, de ezer dolog tetett itt magát kiégésnek, és azért nem mindegy az, hogy valaki mondjuk képzette vagy sem, vagy van-e tapasztalata vagy sem, mert ugye beszéltünk erről, minden nagyobb a minta, annál nagyobb pontossággal tudod majd bejósolni, hogy valóban mi lehet a probléma, és erre mi lehet a valós megoldás. Abszolút. Amivel talán kiegészteném, és ami nekem egy, lehet, hogy ezzel nem fogsz egyetérteni, de személyes tapasztalat, hogy azért nem feltétlenül attól lesz valaki jó szakember, hogy van róla konkrétan papírja. Ezzel azt akarom igazából csak mondani, hogy voltam már én személyesen is olyan segítő szakembernél, akinek mondhatja, nem volt coaching papírja, vagy végzettsége, szerintem nem volt benne az ICF-be, vagy minek hívják ugye ezt a szervezetet pontosan, ICF igaz? Oké, tehát nem volt benne az ICF-ben, biztos vagyok 100%-ig, és mégis tudott érdembe segíteni, és tudtam előre lépni az életemmel egyet. A másik oldalon igazából én is egy iskola példája vagyok ennek, mert papíron én nem csinálhatnám azt, amivel foglalkozom, olyan értelemben most a papíron, hogy nem vagyok karriercoach, bár végeztem most nemrég így viccből egy ilyen karriercoachingos tréninget, mert kíváncsi voltam, hogy mégis mit oktattam meg, egyáltalán kik vesznek rajta részt, ez egy izgalmas tapasztalat lesz majd talán egy másik podcastban, de ami a lényeg, hogy igazából amit csinálok, az nem ahhoz kapcsolódik, mint amire képzik az embereket. Tehát ez az, amit sok embernek nem tiszta, hogy én igazából nem HR-rel foglalkozom, nem fejvadászattal foglalkozom. Erre remek képzések vannak egyetemi diplomák, amiket meg lehet szerezni, de nagyon sok HR vezető ügyfelem van, aki nem tud elhelyezkedni, mert az elhelyezkedés az egy dologtól függ, vagy kettőtől inkább, az értékesítés és marketing skillektől, ami egy gyakorlatban megszerezhető tudás, erre viszont nem annyira van egyetemi képzés, vagy az se pontosan azt oktatja, amiből az eredmények származnak. És
Ez például tök érdekes, mert amikor elkezdtem a szívűsárkot, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen papírt szerezhetnék ahhoz, hogy az emberek azt lássák, hogy én ebben tényleg kvalifikált vagyok, és ebben jó vagyok. És rájöttem, hogy igazából egy dologgal tudom igazán bizonyítani azt, hogy ebben jó vagyok, hogyha sok embernek tudok eredményt szállítani. Az, hogy nem tudom, beiratkoztam még annó egy amerikai önéletrajzíró tanfolyamra, persze adott újdonság volt, de nagyon sok dolog volt, nem volt applikálható a magyar piacra, nem volt használható, és azt tudom mondani, hogy anélkül is tök jó életrajzokat írtam, most is tök jókat írok, de így annyira nem adott sokat hozzá. Karrier coaching képzés, ugyanez volt az érzésem, hogy hát oké, hogyha ezt mondjuk elvégeztem, nemrég a történet elvégeztem volna, nem tudom, 4 évvel ezelőtt, nem csináltam volna máshogy bizonyos dolgokat. Esetleg lett volna egy-két gondolatom, hogy milyen, miről ír a blogposztot, mi a milyen totál téveszme az álláspiacon. Sokszor szokták azt megkérdezni, és talán te is kérdezted tőlem azt, hogy a podcastom elején, amikor még az első epizódokban beszélnek, akkor mire alapozva teszek kijelentéseket, és nagyon durva lesz, amit mondok, de általában egyébként sima, egyszerű értékesítési tapasztalatokra, plusz olyan párbeszédekre, olyan személyes élményekre és ügyfélélményekre, ahol egyértelműen nagy mintán tapasztalatúan volt ugyanaz a visszajelzés, és nyilvánvalóan, ahogy ezt azonosítottam, erre próbáltam egy olyan rendszert létrehozni, ami rendszer szinten tudja, ha nem is garantáltan, de nagyon nagy valószínűséggel szállítani az eredményt. És tök izgalmas, hogy amikor elkezdtem annó értékesítőként dolgozni, akkor minden szerettem volna lenni, csak értékesítő nem. Ezt így tudom bárkinek így fel elmondani. Izgalmas volt, hogy a gyerekkoromban egyébként hallottam ilyen beszélgetést, hogy anyukám beszélt valamilyen multilevel marketinges értékesítővel, és elküldte a fenébe, hogy ő nem akar semmilyen hétvégi szemináriumra menni, és akkor tudtam, hogy oké, ez az értékesítés, ez nem az én pályám lesz. Aztán az életemben is egyértelműen az volt a fejemben, hogy minden szeretnék lenni, csak ilyen kilincselős, biztosítós ügynök nem. Aztán oda kerültem egy nagy bankba, és az egyik dolog, amit értékesítettem, az pont az volt, ami a biztosítás. Tehát izgalmas, hogy pont azzal kezdtem el foglalkozni, amiért valamiért nagyon óckodtam. És rájöttem arra, hogy gyakorlatilag az értékesítés, mint olyan, az egyrészt nagyon élvezhető szakma, rengeteget lehet belőle tanulni, saját magammal kapcsolatban nagyon nagyfokú koncentrációt, kitartást igényel, rá kell hangolódni az emberekre, kell a másikra figyelni, a problémát kell megoldani, és ez a fajta, azt mondom, hogy szemléletmód, amit így megszereztem sok év alatt, ez az, amit elkezdtem fokozatosan a saját karrieremnek a szolgálatába állítani gyakorlatilag, és tapasztaltam azt, hogy nagyon jó eredményeim vannak. Utána elkezdtem segíteni a kollégáimnak, nekik is nagyon jó eredményeik lettek, aztán a barátaimnak, nekik is nagyon jó eredményeik lettek. Aztán egyszer megkérdezte az egyik kollégám, hogy ebből miért nem csinálsz egyébként egy vállalkozást, és ott indult el a szívűsár, de nem voltam karriercoach, nem voltam fejvadász, nem dolgoztam HRS cégbe, viszont valahol egyébként, ez egy tök érdekes kérdés, mert ott azon a ponton nyilván feltettem magamnak azt a kérdést, hogy fel vagyok-e én jogosítva arra, hogy ezzel foglalkozzak, úgyhogy igazából nincsen hivatalos track recordom, nincsen hivatalos papírom, de egy személyes percepció, személyes megélés alapján egyértelműen tudok másoknak segíteni. És szerintem egyébként ez a nehéz abban, amikor valaki elkezd coachinggal is akár foglalkozni, csak hogy visszafűzzük a témához, hogy lehet, hogy azt mondják neki az ismeretség körében, hogy te figyelj Béla, olyan jókat mondasz, miért nem segítesz egyébként, nem tudom, neki is, meg neki is. És aztán hirtelen rájön, hogy ja, ez a coaching, ez tök fasza, meg egy csomó pénzt el is lehet érte kérni, akkor miért ne csináljam ezt? És elkezd segíteni embereknek, csak van az a pont, ahol szerintem valaki vagy túl nagyot álmodik, vagy túl nagyot akar markolni, és hirtelen olyan dolgot is elvállal, amiből viszont komoly baj lehet, és amihez nem feltétlenül van meg a kompetenciája. Én például, hogyha megnézzük a szívűsárk evolúcióját, soha nem vállaltam olyan jellegű dolgot, amit vagy nem csináltam én magam, vagy nem segítettem előtte nagyon sok embernek egy adott séma alapján, tehát hogy ékes bizonyíték erre például a LinkedIn-es tréningem, amit igazából megcsináltam gyakorlatilag most 2019 nyarán, tavaszán, akkor kezdtem el a tréningen magán dolgozni, de a LinkedIn-es tematikát, ezt már gyakorlatilag 3 és fél éve oktatom, és több mint 100 ügyfelem először egy ilyen beta verzión átment, és amikor egyértelműen láttam, hogy ekkora mintán vannak eredmények, akkor kezdtem el egy olyan tréninggel foglalkozni, ami csak az álláskeresés LinkedIn-nel foglalkozik például, mert előtte egyébként szerintem ez egy baromira felelőtlen dolog lett volna, hiszen azt mondhatná valaki, hogy nekem nem működik, én meg ott állok, hogy oké, hát akkor próbáld máshogy, vagy próbáld jobban, vagy vedd még ezt a terméket, ez nyilván nem válasz, tehát hogy akkor lehet szerintem egy termékkel, szolgáltatásokkal, bármilyen ígéretet tenni, hogyha annak, aki
ezt kifejlesztette, lekutatta, emberekkel együtt dolgozott rajta, van egy olyan proof of conceptje, ami túlhalad az egy tucat darabszámon, mert szerintem egy tucattal még nem mondhatnám azt, hogy én ehhez feltétlenül értek, vagy feltétlenül ezt meg tudom oldani, viszont az az egy tucat, annak valahogy létre kell jönni ahhoz, hogy legyen egy olyan, ami utána több száz embernek tud segíteni, mert hogyha az elején is azt mondom, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt tudom ajánlani, csak úgy ötletem ez, abból viszont sose lesz úgy vállalkozás. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos ilyen konfliktus van ebbe az egészben, hogy hol kezdjem el, vagy hol vagyok én feljogosítva arra, hogy elkezdjem. És tök durva belegondolni, hogy ha annó úgy döntök, hogy én nem vagyok erre feljogosítva, akkor nem csak az én életemre lenne valószínűleg rosszabb, hanem nagyon sok más emberi, akivel együtt dolgoztam. Itt egy erős különbséget érzékelek a két szakma között, abban, amiben te tevékenykedsz, meg abban, amiben én. Mert amit te csinálsz, az egy viszonylag jól mérhető terület, ami olyan úgy képzelem, hogy viszonylag ritkán vannak rejtett problémák. Tehát amikor te hozzád eljön valaki, akkor te tudsz neki segíteni abban, hogy igazából látványos szinten jobban tudja saját magát prezentálni, hogy hogyan tud jelentkezni különböző állásokhoz, különböző cégekre, különböző cégekhez, különböző állásokra, és így tovább. Viszont a lélektan az jelen egy kicsit mélyebb téma, mert hogyha valaki eljön hozzád, és én azt mondom, hogy én kiteljesedtséget ígérek, vagy boldogságot ígérek, vagy boldog párkapcsolatot ígérek, vagy a depresszió megoldását ígérem, ott egész más a helyzet, mert a te területeden te gyakorlatilag nem az embernek a lelkének a legmélyre hatolsz bele, hanem igazából egy viszonylag látható, kettőtök által kézzelfogható módon tudsz neki segíteni. És itt szerintem egy fokkal talán kisebb is a felelősséged, amellett, hogy persze az embernek az egzisztenciája megélhetése múlik azon, amit ketten csináltok, tehát nyilván ez egy fontos dolog, de hogy nem arról van, tehát itt igazából viszonylag kevés az ismeretlen tényező, ami mind a kettőtöknek ismeretlen. Nyilván ott is nagyon sok van, mert nem tudtok mindent befolyásolni. Mint mondjuk egy ilyen sakkoktatás esetén tudod a szabályokat, tudod, hogy hogyan érdemes jól lépni, hogyan érdemes jól reagálni, vannak valami szükségek. De mondjuk a lélektan esetén, amikor valaki eljön hozzám, és én azt mondom, hogy mondjuk 12 embernek segítettem abban, hogy mondjuk jobban érezze magát, hol mérem azt egyébként, és honnan tudom, hogy hosszú távon is jól érzi magát, vagy sem. Például, egy nagyon jó példa, ez konkrét megtörtént eset, férfiasság oktatás. Ez például egy olyan dolog, hogy most én hogyan oktatom azt, hogy valaki férfi legyen, vagy férfi, vagy ne legyen férfi, hogy hogyan lehet férfiasabb. Tehát, hogy valaki eljön hozzám mondjuk 100 ember, és akkor azt mondom, hogy ti így lesztek férfiasabbak, és mondok 10 tippet, vagy most a 10 tipp azt nagyon kiemelhetünk, de nem ezzel van a gondol alapvetően szerintem, hogy 10 tipp, vagy hány tipp, ez tök mindegy. De én tartok egy előadást 100 embernek, hogy hogyan legyenek férfiasabbak. És megosztom a saját tapasztalatomat, amivel igazából én egy férfiatlan embertből legyenek férfias ember. Váltam, nagyon szuper. Viszont én nem tudhatom azt, hogy ez az ember, aki ott ezen részt vett, ő mit tapasztalt meg. Lehet, hogy mit tudom én, az apját valaki megölt egy csákjával. Most ez egy nagyon kiragadott példának tűnik, de mi az egyetemen folyamatosan ilyenekről tanulunk iszonyatosan sok esetben. És talán Jordan Peterson mondta azt, hogy nem kell senkinek sem nagyon messzire nyúlnia az életében, hogy találjon egyfajta valós tragédiát, ami tényleg nehéz. Akár a közvetlen ismeretségben, vagy egy ismerős ismerősének biztos, hogy történt valami komolyabb gond. És egy ilyen esetben, hogyha valaki segítséget kér tőlünk, hogy segítsünk neki jobban lenni, vagy legyőzni egy régi dolgot, vagy ő nem is így tudja megfogalmazni, csak magabiztosabb szeretne lenni, és akkor én magabiztosság tréninget tartok. Én nem tudhatom, hogy neki van-e esetleg egy meghúzódó személyiségzavarra, van egy nagyon komoly súlyos traumája anyját, apjától, nagyszüleitől. Nem tudom, hogy egyébként neki direktanak, akár az, hogy biológiailag milyen meghatározottsága van, amivel lehet, hogy mondjuk mániás depressziós, és egy folyamatos ilyen up and down-on megy keresztül, folyamatos cikluson megy keresztül, és lehet, hogy egyébként pont egy mélyebb ciklusban, amikor nem úgy működik a mi együttműködésünk, megöli magát. Ez nem ritka igazából a pszichológia területén, de amikor én nem foglalkozom ezzel, és azt mondom, hogy én nem vagyok pszichológus, hanem csak coach vagyok, akkor nem az van, hogy igazából kizárom ezeket az embereket, hanem egyszerűen nem tudom felismerni, ki az, aki ilyen ember. Tehát ez igazából a nagy különbség a kettő között, mert hogy oké, a te területen azt mondom, hogy egy skillben tud segíteni az embereknek, hogy nagyon jók legyenek benne. De nem abban, hogy ők milyen emberek, vagy mi megy az ő lelkükben, amit igazából mind a ketten csak a sötétben tapogatóztok, és próbáljátok meg egyszerre felismerni ezeket. Szóval ebből a szempontból szerintem nagyon különbözik a lélektan és az skill fejlesztés. Hú, zseniális volt, köszi ezt a kiegészítést, szerintem ez így mindenkinek, nekem is egyébként tisztábbá tette ezt az egész képet, bár annyit talán még kiegészítenék, hogy
azért skillfejlesztésről van szó, de azért nálam is nagyon sok változó komponens van, tehát nem tudok valaki helyet ott lenni az interjúban. Nem tudok helyette mondjuk feltétlenül jól szerepelni, ugye nyilvánvalóan. Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amire sajnos nincs ráhatásom, bár én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha lehetne, de ugye itt is azért vannak változók. Oké, amit nézzünk még meg a mai beszélgetésünkben, hogy egy picit mesélj arról, hogy kinek ajánlod igazán a könyvet. A könyvet azoknak a személyeknek ajánlom, akik úgy érzik, hogy nekik a hobbiuk a munkájuk, a szerelmük, a szenvedélyük a munkájuk, és emiatt valami olyasmit tapasztalnak, hogy olyan, mintha sosem kellene dolgozniuk, hiszen mindig a kedvenc tevékenységüket végzik, és akár otthon is nehezen tudják letenni a munkát, és amikor leteszik a munkát, akkor lehet, hogy bűntudatuk van, hogy hát azért most még dolgozhatnék is. Úgyhogy aki annyira szereti a munkáját, és annyira élvezi, annak megelőzésként egy nagyon-nagyon hasznos eszköztár tud lenni, hogy ez meg tudja maradni neki, ez a fajta szenvedély, ez a fajta szerelem, és ez a fajta magas teljesítmény, amit most tud ebben a bizniszben, ebben a karrierben nyújtani. Tehát nekik mindenképpen ajánlom a Burnout Biblia könyvet, ezt a burnoutbiblia.hu oldalon elérhetitek majd. Illetve azoknak a személyeknek, akik azt tapasztalják, hogy valaha megvolt ez a láng, de most már a stressz, illetve a kimerültség, az elégedetlenség, akár a cinizmus vagy pessimizmus nagyobb hatással van az életemre, mint ahogy ezt én szeretném, hogy legyen. Persze előtt is voltak stresszforrások, de azért most azért egyre jobban megvisel, egyre kevesebb kedvem van akár a munkához, vagy a családomhoz, vagy az ismerőseimhez. Nekik nagyon-nagyon ajánlom, és minél intenzívebb ez a probléma, annál inkább, mert hogy ez nem egy, ahogy te is mondod, nem egy magic pill, nem egy varázspirula, hanem egy elég komplex, átfogó, önmegértés segítő rendszer, amiben lépésről lépésre végig lehet vezetni azokon a formulákon, amiket az ember egyedül megpróbálhat, és persze lesz rengeteg olyan rálátás és eszköze, amivel azt meg tudja tapasztalni, hogy neki egyébként merre érdemes tovább mennie, hogyha az esetleg nem volt elég. És nem saját magamat ajánlom benne elsősorban, hanem megoldási rendszereket ajánlok elsősorban, amiben, hogyha valaki akar, akkor jön hozzám, ha nem, akkor meg másról is meg tudja oldani azt a fajta folyamatot, amit ő szeretne megtapasztalni. Szuper. És itt egy kis promót bedobnék, ami igazából most született meg ötletként, hogy egy olyan felajánlásom van a hallgatóknak, hogy aki megosztja ezt az adást, mert nyilván van egy csomó hasznos dolog, meg érdekes dolog elhangzott, hogy érdemes megosztani, annak fel tudom ajánlani azt, hogy ezt leszcreenshotolja ezt a megosztást, akkor az összes leszcreenshotoló közül ki fogunk sorsolni egy könyvet, és talán megérhetem a nevedbe, hogy ezt dedikálod is majd a győztesnek. Én pedig megveszem természetesen ezt a könyvet a győztesnek. Nagyon köszönöm a felajánlást. Mit szólsz ez? Benne vagyok. Oké, okay, szuper. Tehát egy dedikált könyv lesz annak a jutalma, aki győztesként befut. Annyit azért még mindenképpen beleraknék ebbe, hogy ne az legyen, hogy ugye kizárjuk azokat, akik később hallgatják, hogy a könyved meg fog jelenni mostani tudomásom szerint 2020. szeptemberében. Így van. Oké, okay, ez stimmel. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk október 15-ig bezárólag, szerintem ez egy ilyen viszonylag korrekt dátum, akkor fogunk tartani egy sorsolást ezzel kapcsolatban, addigra bőven megjelenik a podcast is, és addig tudjátok ezt a megosztást megejteni. Mi az, ami számít, tehát vagy Facebookon osztjátok ezt meg, vagy hogyha akár Instagramon csináltok egy megosztást, vagy LinkedIn-en, ezek természetesen mind játszanak. Annyi a feltétel, hogy a civisár@civisár.hu-ra a megosztásnak a screenshotját azt kérlek küldjétek el nekem, és így tudtok részt venni ezen a sorsoláson, és hogyha már úgyis ennyi promóról beszélünk, akkor van egy Szívisár podcast csoportunk, mert hogyha egyelőre még nem vagy benne, nem vagytok benne, akkor adjatok le egy csatlakozási kérést, ezt Facebookon keresztül találjátok meg, ami előnye a csoportnak, hogy minden egyes adáshoz hamarabb tudtok napokkal hozzáférni, illetve bele tudtok szólni a műsorgyártásba, tehát hogy például szimpatikus volt Bence, akár vissza tudjuk hívni később, ilyenekbe is bele lehet szólni, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy csatlakozzatok a csoporthoz. Még egy olyan témáról beszélünk egy picit, ami viszont előzetesen meg lehet beszélni, vagy fogunk róla beszélni. Ez pedig az, hogy hogyan kapcsolódik az életkor és a hitelesség, mint topik, hogyan áll össze. Ugye ami itt közös a sztorinkban, hogy mind Bence, mind én, amit elkezdtünk csinálni, ezt nagyon hamar kezdtük el csinálni így életkor szintjén, és mind a kettőnknek kihívást jelentett az, hogy az életkorunk miatt negatívan megítélnek, diszkrimináltak minket, és azt társították, hogy nem fogjuk tudni azt a szakmai színvonalat képviselni az életkorunkból fakadóan, ami egyébként megvolt, vagy amit egyébként feltételeztek volna, hogyha picivel idősebbnek tűnünk. Nekem a személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy nagyjából ilyen 20
22-23 éves lehettem akkor, amikor elkezdtem vállalati bankolással, értékesítéssel foglalkozni, ahol nyilván ilyen 40-es, 50-es, 60-as, 70-es cégvezetőkkel kellett tárgyalni, sok milliárdos cégeknek az ügyvezetőivel, tulajdonosaival, és én meg ott voltam 22-23 éves koromban, láthatólag nagyon fiatalon, és nem annyira volt meg az a fajta megjelenésem, amire azt lehet mondani, hogy egy 40 éves harcedzett szakmabéli iparágbeli szakembernek a képét sugallta volna. Ezért, mert az elejétől kezdve tudatosan próbáltam arra törekedni, hogy minél idősebbnek tűnjek, legalább egy 3-5 évvel már az sokat dobott volna alatba, hogy legalább azt feltételezik, hogy valamennyit dolgoztam ezen a területen, és végül sikerült is egyébként különböző ilyen fizikai változásokkal elérni. Itt gondolok arra, hogy elkezdtem nagyon konzervatívan nyirackodni, amikor fodrászhoz mentem, vásároltam egy olyan szemüveget, amivel öregebbnek tűntem, tehát tényleg mindent bevetettem ennek érdekében, és szerencsére a természet is hozzájárult azzal, hogy viszonylag hamar elkezdtem kopaszodni, tehát tényleg minden adott volt, az, hogy egy picit idősebbnek tűnjek, és rögtön a 30-as éveket szerintem azt azért már sokan gondolták, vagy feltételezték, úgyhogy nekem szerencsés volt a helyzetem, viszont nagyon megküzdöttem ezzel is. Több olyan ügyfelem is volt, több olyan ügyfélsztorim is van, ahol nagyon hamar valaki nagyon sikeres lett, emiatt nagyon gyors előléptetéseken ment keresztül, hasonló volt nálam is a helyzet, és gyakorlatilag emiatt belekerült abba a helyzetbe, hogy ott volt, megérdemeltem volt ott, viszont mégis számon kérték, megkérdőjelezték azért, mert fiatal. Neked mi az élményed ezzel kapcsolatban, és hogyan vészelted ezt át? Képzeld el, hogy az első ügyfelem egy 59 éves cégvezető volt. Úgyhogy én is, mint ahogy mondtad, abszolút fiatalon kezdtem el, tehát most sem vagyok öreg, de nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el azzal foglalkozni, amivel tetszett az adás, amikor azt mondtad, hogy te jelöld meg az életkorodat a CV-den, tehát ez egyébként tényleg egy nagyon hasznos tipp lehet. Ugye én azt tapasztalom, hogy alapvetően, hogyha valaki önfejlesztő vagy coach, akkor vele kapcsolatban az emberek már egyből legyintenek, hogy na, még egy coach, na, megint egy újabb Brian Tracy magyarul, tehát így folyamatosan ezt lehet hallani. És teljesen igaz, nagyon sokszor azt hallom, hogy hát fiatal biztos nincs élettapasztalata, tehát őt még nem pofozta fel az élet annyiszor, mint engem, ő még nincs túl két válláson, azaz, hogy nem vitte el a vagyonát, stb. Tehát ezeket azért lehet hallani az emberektől. És nagyon érdekes volt, hogy én ezzel kapcsolatban én úgy reagáltam erre, hogy annál keményebben igyekeztem felépíteni hitelességemet, ahogy csak lehetett. Nyilván a megjelenés is tök fontos. Én alapvetően inkább abban kerestem erre a megoldást, hogy olyan szolgáltatást, olyan értéket állítok elő, amit senki más, még a nálam idősebbek sem. Tehát ha megnézed ezt a könyvet, gyakorlatilag amit most írtam, ez például olyan, hogy a saját tapasztalatom plusz ügyfél tapasztalat, tehát ez már nem csak saját hitelesség, hanem ügyfeleknek is a sikerélménye is benne vannak. Ezen kívül 2 éven keresztül rendszereztem több mint 1300 kutatást, ami iszonyatosan sok meló volt. Tehát, hogy ez gyakorlatilag annak egyfajta kompenzációja, hogy fiatal biztos nem ért hozzá, mit tud a kiégésre. Plusz még a könyvbe behoztam olyan embereknek a tapasztalatát, mint Gerendai Kár, ugye Szigetnek az alapítója, Hegedűs Éva, aki a Granite Bank vezérigazgatója és a legbefolyásosabb nő Magyarországon, Kürti Tamás, aki a Kürt Akadémiának a vezérigazgatója, illetve Dr. Berg György, a Vodafone elnöke, és korábban a HP-nak a vezérigazgatója volt viszonylag hosszú időn keresztül. Úgyhogy olyan embereket is bevontam ide, akiknek az élettapasztalatát kérdőbe se lehet vonni. Ami viszont nagyon érdekes volt számomra az, amit mondtam nemrég, hogy készítettem egy kutatást a stresszről és tanácsadókról, hogy azok a személyek hozták fel a legtöbbször azt, hogy nekik probléma lehet a coachnak az életkora, akik úgymond nem az én ideális vevőim. Tehát, hogy azok a személyek úgymond az én ideális vevőim, akik csúcsteljesítők, és mellette van önismereti képzettségük, már is már volt kezükben ilyen jellegű könyv általában. Mert aki már ezzel foglalkozott, az tudja azt, hogy nagyjából ez mit tud neki nyújtani, az éttermekhez tudnám ezt hasonlítani. Tehát, hogyha valaki mondjuk először elmegy egy fine dining étterembe, akkor ő nem tudja úgy értékelni a cost test talán, mint hogyha már először volt a Mekiben, volt egy sima bistróban, és aztán elmegy egy fine diningba. Tehát ez teljesen más érzés. Ugyanezt tapasztalom az önfejlesztés területén is, hogyha valaki életében először levesz a polcra egy Brian Tracy könyvet, és nem tudja még, hogy ennek mondjuk milyen korlátai lehetnek, akkor az fantasztikus boldogságot tapasztalhat meg, aztán utána rájön arra, hogy ez nem biztos, hogy annyira mindenre jó megoldás, mert vannak benne jó értékek, és akkor utána talál valamilyen ennél mondjuk egy szofisztikáltabb könyvet, és aztán pedig megtalálja az enyémet, akkor tudja igazán értékelni, mi az, amit itt megtalál ebben. És az a nagyon érdekes ebben, hogy tényleg azok a személyek voltak, akik csúcsteljesítők és egyébként mellette foglalkoztak önfejlesztéssel, nekik van annyi alázatuk, hogy ők azt mondják, hogy nekem nem az számít, hogy te hány éves vagy, hanem az számít, hogy te tudod-e szállítani az eredményeket, hogy te kifejezésedet használjam itt. Szuper.
Ami igazából itt még talán egy kérdés bennem a könyv kapcsán, hogy hogy érdemes olvasni a könyvedet, mert én egy picit máshogy olvastam szerintem, mint ahogy az olvasók fogják. Ez azt jelenti, hogy én végighaladtam az egészen, de volt egy olyan érzésem közben, hogy lehet, hogy ezt érdemes akár néha így bizonyos fejezetekbe bele nyúlni, ahol konkrét gyakorlati tanácsok vannak. Ezt hogy látod, vagy erre vonatkozólag adsz egyébként javaslatot, hogy hogy érdemes majd ezt olvasni? Vagy érdemes az úgy, ahogy én csináltam az elejétől a végéig? Melyik a jó megközelítés? Mind a kettőnek van előnye és hátránya. Én azt javasolnám, hogy én nem akarok semmit ráerőltetni az olvasókra, hogyha valaki ezt megveszi, akkor olvassa el azt, amit őt érdekli. A te megoldásod azért nagyon jó, mert hogy beszéltünk is róla, a vázlásnak különböző szakaszai vannak, és az egész könyvemet ennek alapján építettem fel. A könyvnek az első fele arról szól, hogy meglegyen az egész motiváció változáshoz. Nagyon sokat beszélünk a problémának az okairól, és ennek a mélyére megyünk, és utána megyünk bele csak a gyakorlati tippekbe. Hogyha az ember érti ennek az egész gondolati rendszernek a működését, akkor fogja tudni gyakorlatban jobban használni ezeket. Ha valaki csak egy ilyen blogcikkszerűen szeretné ezt fogyasztani, hogy mondjuk mondjatok nekem 10 jó tippet, amit most el tudok kezdeni használni, akkor a második részét, a megoldásokat fel tudja lapozni, vagy mit tudom én, ő azt gondolja, hogy ő már mindent tud az alvásra, akkor az alvásról szólt részt azt nem olvassa, hanem a többit majd igen. Úgyhogy mind a kettőnek megvan az előnye. Én, hogyha valaki ezt úgymond a legjobban akarja csinálni, akkor az elejétől a végéig javaslom, de egyébként nem erőltetem ezt rá senkire, hogyha valaki csak úgy szeretné olvasni, hogy csak kiszemel bele, mint egy bombon olyan részeket, aminek izgalmas, akkor az biztos, hogy hasznos tud lenni úgyis. Oké, szuper, köszi. Még ami egy kérdésem, hogy hol lehet veled találkozni egyébként, vagy hogy lehet veled dolgozni, hogyha valaki úgy dönt akár a podcast alapján most, akár majd a könyv alapján, hogy ő pedig ezzel a problémán veled szeretne együttműködni, akkor mi ennek a menete, vagy hogy szokott ez történni? Alapvetően a vállalkozói kiégés.hu oldalon értek el engem, akár munkavállalók vagytok akkor is, tehát ettől ne jegyetek meg, vagy a Bíró Bence Péter nevet beírjátok a Google-be, találni fogtok hozzám elérhetőséget, fel tudjátok venni velem a kapcsolatot. Akármilyen csatornán keresztül, e-mailben, telefonon, vagy akár Facebookon is tudtok írni nekem, úgyis szoktak megkeresni engem. A másik oldalom, a fő csatornám az a Fullfield, amit azért nem elsőként emeltem ki, annak ellenére van több mint 10 000 követőm, hogy ezt nem mindenki tudja elsőre jól leírni. Annak, akinek van egy komolyabb angol tudása, annak ez egyszerűbb lesz, akinek nem, a Fullfield az kevésbé egyszerű. A Fullfield-en rengeteg, több mint 600 ingyenes videó elérhető, ahol igazából szakmai tartalmakat tudtok fogyasztani, van egy rakás blogcikk, írás, tehát rengeteg van, most például a narcizmusról fog szólni egy a legújabb blogcikkünk, és kérdezted azt, hogy hogyan működik az együttműködés velem. Alapvetően én úgy szoktam dolgozni, hogyha valaki engem megkeres, hogy mindig van egy félórás diagnosztikai ülésünk, ahol nem pszichodiagnosztika történik, hanem csak egyszerűen közösen felmérjük azt, hogy szimpatikusak vagyunk-e egymásnak, megnézzük, hogy én ténylegesen tudok-e segíteni abban, amiben valaki megkeres engem. Ha nem, akkor pedig ajánlok valaki mást magam helyett. Ha mind a ketten azt érezzük, hogy ennek van értelme, akkor pedig megállapodunk egy húzamban, hogy meddig szeretnénk közösen együtt dolgozni, és a konkrét egyedi, speciális helyzettől függően fogjuk ezt meghatározni, hogy milyen gyakran és milyen hosszú távon érdemes ebben együtt dolgozni. Úgyhogy röviden ez a válaszom a kérdésre. Szuper. Nekem egy kérdésem lenne még, hogy ugye beszéltünk csúcsteljesítőkről, és én magamat is annak tartom, bármilyen nagyképű hangzik is ez, és ezért bennem az a kérdés egyébként felmerülne, hogy én nem akarom behúzni a kéziféket, én még többet akarok, akkor is téged keresselek meg? Igen, mindenképpen két szempontból is. Egyrészt azért, mert nekem is vannak olyan ügyfeleim, akik egyébként nagyon-nagyon magasan teljesítenek, és nem égtek ki, csak mit tudom én volt, hogy egy héten mondjuk így nem úgy teljesítettek, ahogy akartak volna, de volt nagyon jó mondás, mert nagyon tetszik nekem, hogyha valakinek olyan céljai vannak, amit egyedül is el tud érni, akkor ő nem álmodott elég nagyot. Ez szerintem nagyon-nagyon jó, mert hogyha tudsz bevonni segítséget, ha a szükséged van arra, hogy be tudj vonni segítséget, mert elérted a teljesítő képességet határát, és ezt szeretnéd még tovább növelni, akkor ez egy olyan terület, amiben valószínűleg tudunk együtt dolgozni majd. És nem csak az ilyen megszokott ilyen dolgok, hogy 80-20-as szabály, meg Pareto elv, meg ilyeneket, nem ilyenekről fogunk beszélgetni, hanem ténylegesen olyanokról, amik a te speciális esetedben meg tudják növelni a teljesítményedet. Tehát nem csak olyan emberekkel foglalkozok, akik kiégtek, hanem azokkal is, akik a teljesítményüket még magasabbra szeretnék emelni. Szuper, oké. Egy utolsó kérdésem lenne egy podcast zárásként, hogy látok egy ilyen elég speciális gyűrűt a kezeden, amit én felismertem, de mesélj róla kérlek egy kicsit a hallgatóknak. Én is régóta szemezgetek ezzel a termékkel, hogy neked mit adott, mik a tapasztalataid. Hát én csak ajánlani tudom, ez az Aura nevű gyűrű, ez egy okos gyűrű, ami az alvást, illetve a szívritmust, illetve a légzést és a szívritmus között eltelt időket méri, és meg a mozgást is méri, és gyakorlatilag speciális egészségügyi tanácsok tud neked adni, neked személyre szabottan. Méri azt, hogy mondjuk az alvásodban milyen hosszú volt a REM és az NREM,
a szakasz méri azt, hogy egyébként a te mai fogyasztásod, a kalória, a lépéseid, akár az edzésed az összhangban van-e azzal, amennyit kipihented magad, amelyre kipihented magad, tudja mérni azt, hogy te szaunáztál, tehát igazából rengeteg dolgot tud mérni, és nekem ez abban segít nagyon sokat, hogy én is hajlamos vagyok sokat dolgozni, és azért nagyon jó, mert kapok értesítéseket, hogyha egyébként mondjuk annyira benne vagyok a flow-ba, hogy mondjuk órák óta egy helyben ülök, és mondjuk küld a telefonom egy értesítést, hogy figyelj, nem akarsz felállni, kicsit megmozgatni magad. És ilyenkor, hogyha tartok egy szünetet, az igazából hosszú távon jó hatás van a teljesítményemre és a hangulatomra is. Illetve, amikor mondjuk este nagyon flow-ba vagyok, akkor mondja azt, hogy feküdj le időben, hogyha látom azt, hogy nem aludtam ki magam, akkor például nem annyira kell megterhelni magam edzéssel, arra is ad majd értesítéseket. Tehát, hogy nekem ezek nagyon-nagyon hasznosak benne, mert reggel, amikor felkelek, az első dolog, amit megnézek, az, hogy milyen volt az alváspontszámom, az az objektív biológiai ilyen márkerek, meg a visszajelzések segítségével le tudom nézni azt, hogy mennyire tudom magam aznap terhelni, és ehhez megfelelően tudom azt beállítani, hogy egyébként hogyan érdemes aznap beosztanom az időmet. És nagyon áradoznék még róla, de egy pár szót még szeretnék szívesen megosztanék ezzel kapcsolatban. Ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas az az, hogy hogyan tudom azt mérni, hogy a különböző apróságok hogyan hatnak az alvásomra. Tehát ezt úgy tudod elképzelni, hogy minden este kapsz egy pontszámot, vagy minden reggel kapsz egy pontszámot az esti alvásodról 1-től 100-ig. 70 fölött jó a pontszám, és gyakorlatilag minden egyes pontszám azt hiszem egy 7 összetevőből épül fel. És az olyan apróságokat is, hogy mondjuk mikor kajáltál, vagy volt-e rajtad pólóalvás közben, vagy sem, vagy éppen nyitva volt-e az ablak, vagy éppen mondjuk mennyire volt világítás a szobádban, vagy egy picit sötétebb volt, mint az átlag. Ezeknek a hatását folyamatosan tudod mérni az alvásodra, és be tudod azt lőni, hogy például kicsit melegebb volt a szobában, te ezt igazából nem vetted észre, de ugye a tested nem tudott úgy regenerálódni például. És ezek a sok apróságokkal, hogyha az ember egyébként is alszol, így már tudod finom hangolni azt, hogy egyébként a hosszú távú csúcs teljesítmény, ez egy apró változás, hogyan tud hozzájárulni, és egyébként azoknak, akinek nincs ideje ezeken így fejben gondolkodni napközben a munkán akarnak agyalni, azoknak nagyon-nagyon hasznos segítség tud lenni egy aura okos gyűrű. Szuper, ez szerintem tök jó termékajánló volt, nagyon részletesen elmondtad, úgyhogy köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál a mai podcastban, remélem jól érezted magad. Fantasztikusan éreztem magam, köszönöm a lehetőséget. Szuper, köszönöm szépen. Aki pedig hallgatott, annak köszönjük a figyelmet, sziasztok a legjobbakat. Sziasztok, köszönjük.